Sziasztok! Turbényi Dan vagyok, én vezetem a Momentum Analytics projekt csapatát. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Néhány technikai infó, mielőtt elkezdjük az egész eseményt. A házi rendet kint találhatok meg az ajtón, kérlek ezt kövessétek az esemény egészén, hogy ne legyen semmi probléma az esemény lebonyolításával. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a megjelent politikusainak, Novák Erődnek, Kuhami Ágnesnek, Bonát Annának és Alapok Ervének, illetve Mihalovics Dominikának, aki az eseményt moderálni fogja. És hát is adom tulajdonképpen neki a szót, és remélem, hogy kellemes időtöltésetek lesz. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ennyire itt vagyok, ennyire itt vannak, illetve a vendégünk is köszönöm, hogy elfogadták a mozgalom meghívását. Én független szívőként kerültem ide a mai estén, gyakorlatilag a funkcióm az kettős, egyrészt én fogalmaztam meg azokat a kérdéseket, amit most itt elhangoznak, másrészt pedig azért fogok felelni, hogy milyen a tudékenyetben történik ez a beszélgetés. Részben egyébként építve a Magyar Elemzeti Szövetség hasonló rendezvényének a hagyományaira. Mi nem konkrét, hogy a Momentum nem konkrét személyeket hívott meg erre az eseményre, pártoknak született meghívás, úgyhogy az pártok döntötték rá, hogy végül ki lesz részt a mai beszélgetésen. Nagyon komoly időkeretekkel fogunk dolgozni, viszont így elmondom, hogy struktúrájában mi fog történni a mai estén. Öt kérdéssel készültem, ezeket fogom feltenni a vendégeimnek, akiknek 3-3 perc lesz erre válaszolni. Nagyon szigorú moderátor leszek, nézni fogom, mérni fogom az órát és jelezni fogom az idő végén. Illetve lesz 2-3 reakciókör, ahol az ötben elhangzottak és két percre reagálnak a részvevők. Ez körülbelül egy 80 percet fog igénybe venni, és ezt követően a tiédet lesz főszerep, fel tudjátok már tenni a kérdéseket. Ott is azért egy kis időhatárra készültem, hogy a vélemény típusú hozzászólásokat természetesen tehet engedve, de azokat valamilyen szabályozva is tudjon mindenki szót kapni a végén. Úgyhogy én is bele is vágnék az első kérdésre. Ami a következő az alábbiakban hangzik. Hogyan ítéli meg az ön pártja Magyarország élő LMBTQI, az lesbikus, meleg, biszexuális, transznemű, fiú és intersex emberek helyzetét, mit tartanak a legnagyobb problémáknak? És aki a hozzászólás elkezdi, ő már előtt mi az ön mozgalom alelnöke. Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést a késésért, egy picit csúsztam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jövök, egyenesen onnan éppen államvizsgáztam, egy kicsit elhúzódott. Akkor még nem gondoltam bele, hogy nehezebb kérdéseket is kaphatok, mint ott az államvizsgán. Egyébként korábban ennyi kulisszatitkot hadárulja, aki ötösre vizsgáztam, holokausztból és a romológiából is. Úgyhogy egy kicsit félek azonban, hogy itt nem tudományos diskurzus lesz, pedig én magam úgy készültem, hogy ezt teljesen konstruktívan tudjuk ezt a kérdést megvitatni. Először is köszönöm a meghívást, bár azt egy kicsit sajnálom, egy kicsit inkorrektnek tartom, hogy lényegében kirekesztették a szimpatizánsaikat, a Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsait a rendezvényről, hiszen egyetlen szimpatizánsot sem hozhattam magammal, mondván zárt körül és mondván már megtelt ez a rendezvény. Egy kicsit fájó, egy kicsit kirekesztőnek tartom ezt a hozzáállást, azt viszont mindenképp köszönöm, hogyha elmondhatom és díjazom, hogyha meghallgatják a véleményemet. 22 éve folyamatosan politizálok, és már több kultúrát ellentüntetésen vettem részt a kezdetben, homoszexuális, hát már a mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások során, de tőlem nem hogy erőszakoskodás, de valójában még trágárságot és ordítozást sem láthatott vagy hallhatott soha senki, akárhogy is provokáltak a felvonulók. Egyrészt én sohasem tekintettem nyilvánvalóan egy férfias kihívásnak ezeknek a szerencsétlen embereknek a megleckésztetését, másrészt inkább áldozatnak tekintem őket.
És most a fogalmak újra definiálásával, kiüresítésével azt gondolom lerombolják a társadalmat. Tehát kezdjük innen a kérdést, hiszen nyilvánvalóan a többségi állásponttól eltérő véleményt fogalmazott meg a Mi Hazánk mozgalom alelnökeként. Ezért le kell szögeznem, hogy a homoszexualitás és a többi deviancia egy természetellenes biológiai zsákutca. Ez az én véleményem. Úgy, mint akár egy drog ideig, óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben szerintem semmiképpen sem. Tárkány Ákos a KSH Népességtudományi Kutatóintézetéből lett a Pázmány egyik oktatója. Most akkor stílszerűen hadd idézzek tőle, hiszen a KSH tudományos főmunkatársaként később ugye kutatásmódszertant tanított, és az egyik kutatását szeretném idézni. És egy 17-es homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük 9-szer olyan gyakori volt az alkohol, 19-szer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása, és másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak váló fiatalok között. Ezt támasztja alá tehát az egyik hivatkozott kutatás, tehát empirikusan is igazolható, hogy a homoszexualitás nem boldogi, ha pedig nem az egyén szintjén, hanem társadalmilag, demográfiailag vizsgáljuk, akkor nem is kérdés, hogy káros-e tapasztalatos. Köszönjük! Erre most nem én fogok reagálni, bár szívesen átadni. Hát nagy mély levegőt kell, hogy ezek a felállítani. Szóval azt hol kezdjön előbb, mély ütés, mély erős kezdés előbb részéről. De nincs bekapcsolva, még az időmben lehetne ezeket kiszedni. Elnézést. Bocsánat, csak le vagyok harcolva a kampányból, úgyhogy nehezen tudok ilyen beszéd után megszólalni. Szóval azt mondtad először, hogy egyébként te nem vagy erőszakos, de azzal kezdenék, hogy egy hasonló gondolkodású emberekkel egy pár évvel ezelőtt az egyik Pride felvonuláson elég megruházott, és nekem jött, a rendőröknek kellett bevinni, még akkor a Jókai utcában volt az MSZP-nek a székháza. És hát szerencsétlen embereknek nevezel olyan embereket, akiknek két lábbal van, két füle van, két keze van, és szerintem nem különböznek tőled. Az a szerencsétlen szerintem, amit te elmondtál, és én azt gondolom, hogy őket is, de hát téged is a megszűnt. Ennyit tudom csak mondani neked. A mi véleményünk az, hogy kettős a meglátása a helyzetének az LMBTQ közösséghez tartozó embereknek. Miközben a kormánynak van egy nagyon konzervatív családpolitikája és egy nagyon erős gyűlöletpolitikája, ahhoz képest az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult egyébként Magyarországon. Miközben még a homofóbia is nagyon erősen jelen van, mint látjuk és halljuk. Ennek ellenére azt hiszem, hogy az LMBTQ Magyarország közössége elképesztően sokat tett az elmúlt időszakban azért, hogy érzékenyítse a társadalmat, azért, hogy felhívja a bizonyos problémákra, és hogy a jog előtt és a törvény előtt mindenki egyenlő. Tehát nagyon sokat tett azért, hogy ma kicsit jobb hely legyen Magyarország. Látszik az is, hogy, és ez a negatívumok közé sorolnám, hogy van egy nagyon erős területi megoszlás Magyarországon. Budapest központú. Budapesten jobb élni egy LMBTQ embernek, mint mondjuk Kiskunmarsán, ahol én születtem. Tehát egyszerűen olyan előítéletek vannak még mindig a társadalomban, olyan kirekesztés, hogy vidéken, és minél kisebb egy település, annál nagyobb a diszkrimináció és a megbélyegzés. A későbbi kérdések során el fogom mondani azt, hogy mi mit teszünk a saját pártunkban és a közösségünkben azért, hogy vidéken is jobb legyen az élet, legalábbis lépésről lépésre nehezen lehaladjunk ebben az irányban. A jogegyenlőség tekintetében azért elmondom azt, hogy én örülök és büszke vagyok arra, hogy egy korábbi baloldali kormányok a regisztrált élettársi kapcsolatig el tudtak menni. Lehettünk volna talán bátrabbak is, de én Obamával értek egyet, utolsó mondat jogán, hogy lépésről lépésre kell haladni, és akkor lehet igazán nagy eredményeket elérni, amikor megvan a társadalmi többség. Ma már nem büntető kategória. Azt hiszem Magyarországon 1961-ben ez kikerült. Szerencsére már nem ott tartunk, de iszonyatosan sok munkánk van még közösen. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a jelenlévőknek, mind a vendégeknek, mind a hallgatóknak, és saját a gondolat, hogy nagyon örülök, hogy van a legterült. Mert muszáj. Ha mindig magunk között beszélgetünk, a toleráns az érintettel,
a liberálisabban gondolkodó, a sok szükség értékén kezelők közössége, akkor nem lehet viselni. Ma Magyarországon a legnagyobb probléma az az, hogy olyan fokú ismeretlenség uralkodik a társadalmon belül, és nincs párbeszéd. És ezt nem lehet egy-egy pride eseményen, vagy egy-egy beszélgetéssel megoldani, vagy feloldani, sok ilyenkel. És azt mondom, hogy minden olyan beszélgetés, ahol olyan emberek is ott vannak, akik szövesen nem mindig van egymást, amit én, az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt újabb és újabb érdeik jönnek fel, újabb és újabb válaszokat tudunk találkozni. És én is fontosnak tartom, hogy ilyenkor ne támadjunk, hanem próbáljuk rávenni, hogy van a közös pont. Közös pont az, hogy egy legesleg probléma ma az LMBTQ+ társadalommal, közösségben, hogy elképesztő a félelem. Félelem. És bocsánat, vitatkozzon kell. 2010 óta visszafele haladok. 2010-ig szépen lassan, ugye nem olyan ütemben, ahogy jó lett volna, de azért valami változás nincs. 2000 óta viszont rohamosan van visszafele. Ehhez képest egy nagyon meghatározó jelenlegi kvalitáim, ahol fiatal, transzexuális gyerekek 15-16 évesen találkoztam, ahol nem tudom, hogy nem ölték. És azt mondták, hogy a mögött van, hogy nem ölték, nem csinálják. És azt mondták, hogy nézik két éve követik, hogy nem hogyan nyilvánul meg elemény kérdésekben, és azt mondták, hogy ők szeretnének egy ilyen közösséget csinálkozni. És azért, mert nem azt mondjuk, hogy ezzel nem jelent egyet az orsz, azt mondjuk, hogy ez nálam nem kérdés. Azért nem kérdés, hogy önmagában a családot, az emberek közötti kapcsolatot kérdés. Én ez bármilyen két ember között, bármilyen nemű és bármilyen szexuális orientáció ember között. És sorra csatlakozom hozzánk olyan ember, aki előtte pontosan. És a közösségen belül úgy érzik, hogy nem kell tartani, és mi erről szól a tárgy. Erről szól a tájéknak is. Rengeteg olyan alkalmat szervezni, ahol érintettek, érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Mert bármilyen kisebbséghez tartozni, borzasztóan nehéz. És bocsánat, ez nézőpont kérdésem, hogy ki meg van tartozni egy kisebbséghez. Az Európai Parlamentben mi lehet, hogy ilyen kisebbséghez tartozunk, és azt mondom, hogy ilyenkor technikai segítséget tudunk kérni valakitől, hogy... Próbálja itt a kollega mindent megteszi, látom rajta. Ja, bocsánat. Ahogyan azt várjuk, hogy a kisebbségek mellett kiálljon a többségi társadalom, hogy most azt kérem, jelen esetben Novák Előd és az álláspontja a kisebbség, hallgassuk meg. Próbáljunk beindítani egy párbeszédet azért, hogy előrébb juthassunk, meg hogy kinyithassuk a társadalmi párbeszédet. Köszönöm. Hogy kezdem avval, hogy nálunk az komoly dilemmát okozott, hogy részt vegyünk ezen a rendezvényen. Nekünk korábban szigorúan képviselt elvünk volt az, hogy elfogadhatatlan, vállalhatatlan, szélsőséges nézetek képviselőivel nem ülünk le közös rendezvényre. Egyszerűen azért, mert még ilyen módon sem akarjuk ezeket érvényesnek és legitimnek elfogadni, de azt a döntést hoztuk, hogy ha ti ezt elfogadjátok, ti ezt toleráljátok, akkor mi nekünk nincs jogunk arra, hogy azt mondjuk, hogy mi nem toleráljuk és elfogadjuk. De azt kell mondanom, hogy Novák Előd szövege nekem rövid távon sem okoz örömöt, meg hosszabb távon sem. És a párbeszédnek vannak bizonyos feltételei. A párbeszédnek feltétele az, hogy legalább néhány alapelvben megegyezünk, mondjuk abban, hogy minden ember a méltósága egyformán fontos, és nem lehet senkinek a méltóságát például a szexuális orientáció alapján megsérteni és sárga tiporni. De párbeszédre egyébként szükség van, és ebben én veled egyetértek, hozzáteszem, mert azt is tudjuk természetesen, hogy a társadalom széles rétegeiben vannak előítéletek. Például a különböző kisebbségekhez tartozó emberekkel szemben, és velük szükség van párbeszédre, és szükség van beszélgetésre, mert az valóban előre vezet. Azokkal, akik politikai számításból gyűlöletet keltenek, azokkal nagyon nehéz párbeszédet folytatni. Nem ők azok, akiket mi meg akarunk győzni. Mi a ma a meleg közösség legfontosabb problémája Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy ismerem a felméréseket, amik arról szólnak, hogy elsősorban a jogegyenlőség hiánya, a házasság, a örökbefogadás, a család területén az, amit a legtöbben említenek meg, és nyilván ezt elfogadom és rendkívül fontosnak tartom. Én is inkább úgy érzem, hogy visszafele jövünk, mert hát különösen elmaradunk a világtól, hogy a világ rengeteget haladt az elmúlt 20 évben, az, ami 20 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt óvatos reformlépés volt, az már a minimumnál is sokkal kevesebb. De a legsúlyosabbnak nem ezt érzem. A legsúlyosabbnak azt a hangulatot érzem, ami ebben az országban kialakult. Akik részt vettek az európai parlamenti választás előtti vitán, azok talán emlékezhetnek, hogy szemben optimista kollégáimmal én azt mondtam, hogy ez a gyűlöletgépezet, amit felépített a kormány, az bármikor, bármelyik kisebbségi csoport ellen fordítható, így az LMBTQ új közösség ellen is. Ma látjuk, hogy ez megtörtént, ma már házelnöki szintről van megüzenve, hogy mi a normális és mi az eltévejedés. Én azt látom, hogy ez egy nagyon negatív fejlemény, ez egy olyan típusú, ez egy olyan fejlemény, ami jelentős mértékben befolyásolja az emberek hétköznapi életét is. Mert tolja az intolerancia irányába a társadalmat. Ha az a normális és azt hirdetik, aki magyar, heteroszexuális, keresztény, gyerekes családban él és középosztálybeli, akkor mindenki, aki ezen kívül van, bármikor támadások céltáblája lehet. Köszönöm szépen! A másik kérdés a pártoknak a jelenlegi jövőbeni tevékenységére, ugye ezt rákérdezni. Mi azok a konkrét lépések, amiket az ön pártja mostani pozíciójáról is megtesz, illetve a következő egy évben tervez megtenni azért, hogy hazánkban élő ellenőrzők új emberek helyzete javuljon? És aki természetesen most festhetnék egy csodálatos akciótervet arra, hogy a következő egy évben milyen konkrét problémákat fogunk megoldani, de hát ti is, meg mi is ebben az országban élünk, és meglehetősen világosan látjuk azt, hogy az ellenzéki pártoknak mekkora valódi lehetősége van arra, hogy a hazai folyamatokat befolyásolják. Szerintem két dolgot lehet alapvetően tenni. Az egyik, az egy hazai feladat. Tudnilik az, hogy nagyon világosan ki kell állni, és vissza kell utasítani, és szembe kell menni azokkal a folyamatokkal, amik történnek. Legyen szó akár a kormányzati családpolitikának a meglehetősen diszkriminatív és igazságtalan jellegéről, legyen szó akár bizonyos politikusi kijelentésekről, vagy legyen szó arról, hogy a gyűlöletbizniszben utazóknak megmondjuk, hogy mire gondoljuk őket. Igazából egy olyan teret van, ahol érzemben eredményt lehet elérni szerintünk, de ebben erről szerintem Anna is fog majd beszélni, ez pedig az Európai Parlament és az európai politika. Most az a helyzet, hogy miénk ott a legerősebb magyarországi ellenzéki képviselőcsoport, ez számunkra azt is jelenti, hogy az eddigieknél is nagyobb felelősségünk van abban, hogy milyen módon tudjuk az európai folyamatokat is úgy befolyásolni, hogy megértsék Európában azt, hogy ami ma Európa boldogabb felében normalitásnak számít, az a fajta toleráns és befogadó gondolkodásmód, az emberi egyenlőségen alapuló gondolkodásmód, az persze, félrejtés ne essék, tudom, hogy a Bécsi út túlsó végése kolbászból van a kerítésben a szempontból sem, de hogy Kelet-Európában vagy Közép-Európában egy sokkal súlyosabbak a problémák. Itt még mindig tudnak kormányok építeni politikát többek közt a homofóbiára, itt még mindig lehet nyíltan kiállni a jogegyenlőség megsértése és a jogkirekesztés mellett. Amikor mi azt mondjuk, hogy szükség van egy olyan európai intézményrendszerre, amelyik számon kéri az európai normák teljesítését a tagállamokon, akkor ez arról is szól, hogy legyen olyan eszközrendszer az Európai Uniónak, mert az elvek szintjén az EU nagyon klassz, egyébként a megvalósítás szintjén pedig nagyon gyakran gyenge. Próbáljuk meg ezt az intézményrendszert erősebbé tenni, és próbáljunk meg olyan beépíteni, olyan típus, kialakítani olyan típusú széles koalíciókat, persze a magyar szereplők között is, de nem csak ott, hanem ezen túlmenően is, amelyek képesek arra, hogy érdemben és hatékonyan befolyásolják a tagállamoknak a politikáját, a működését és adott esetben a jogalkotását is, például a családjog területén, ha már ezt említettem. Mondtam a múltkor is, ezt most is mondom, az egyik legfontosabb cél, de szerintem minden európai parlamenti képviselőnek az kell, hogy legyen, hogy az általános antidiszkriminációs direktíva előre haladjon Európában, mert az egy tagállamokat kötelező jogszabály lenne, többek között a
az LMBTQI kisebbség védelmében is. Köszönöm szépen! Én nagyon büszke vagyok arra, hogy 2018-ban az én kezdeményezésemre is több képviselőtársammal is volt politikus társ hölgyekkel együtt, megalapítottuk a, pontosabban kicsit átalakítottuk a baloldali LMBTQ közösséget, létrehoztuk a pártban, amelynek, tehát ennek volt jogelődje a párton belül, de ezt újra felfrissítettük, és első lépésként az volt, hogy az európai szocialisták a PES-nek a Rainbow Road szállozatába belépünk, ami egy elképesztően erős és jó nemzetközi hálózat, ezáltal bekerültünk újra egy bizonyos területen ismét a vérkeringésbe. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok jó gyakorlathoz jutunk hozzá, nagyon sok kapcsolatrendszerünk van, és ott van nem csak az egy szem európai parlamenti képviselőnk, hanem egy másik ágon is az érdekérvényesítésnek minden ágát, bogát megpróbáljuk kihasználni. Olyan lépésekre szántuk el magunkat, hogy elsősorban a saját pártársainknak és a szavazóbázisunknak leglévő elutasítottságot szeretnénk csökkenteni. Hiszen a Policy Solutionnek volt egy 2017-es felmérése, ahol még a baloldali szociáldemokrata, szocialista érzelmű emberekben is 35% volt az elutasítás. Tehát ez nyilván jobb, én ezt még mindig tragédiának tartom, de jobb, mint az országos átlag, és tökre fontosnak tartjuk azt, hogy a saját bázisunkban csökkentsük az elutasítást. Pontosan összeállított tájékoztatókkal, segédanyagokkal, mert sokszor a butaság és a tájékozatlanság az, ami egyébként nagyon jó indulatú embereket is nagyon félre tud vinni, és nagyon rossz pályára tud tenni. A harmadik lépés az MSZP képviselőinek a tájékoztatása. Most önkormányzati választások jönnek, és nagyon sok szocialista képviselő fog sarkonnalhoz állni, és bízunk benne, hogy nagyon sokan az összefogás következtében képviselők is lesznek, és igenis kis településeken tartjuk a legfontosabbnak, hogy őket tájékoztassuk, információval lássuk el, és ha mondjuk egy LMBTQ közösséghez tartozó csapat, mondjuk egy pártirodát szeretne, fénymásolni szeretne, közösségi teret szeretne magának, akkor azt mondjuk az a képviselőtársam, aki ma még elutasító, holnap önkormányzati képviselőként lehet, hogy ezt meg fogja szavazni. Tehát ez egy nagyon sziszifuszi munka, egy nagyon nehéz munka, de szerintem áldásos munka, és természetesen a politizálás adott ügyek mentén, két héttel ezelőtt például az Oktatási Bizottság előtt a parlamentben volt egy ügy, ami vissza akarták szorítani, pont Novák előtt felesége adta be ezt. Az iskolai tájékoztatás, egy 20 éve már a terepen dolgozó civil szervezet, a Labrisz Egyesülettel együtt karöltve, és most azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a Fidesz is partner volt, és vissza tudtuk szorítani azt, hogy szigorítsák ezt a dolgot, de még hagyd tegyem hozzá, mert igazából szívügyemnek tartom, hogy a civil szervezetekkel való együttműködésen túl, Nincs már mozgásterem, de a lényeg az, hogy a tájékoztatást nagyon fontosnak tartjuk, és ez egy nehéz munka, de én büszke vagyok arra, hogy nagyon sok baloldali embernek, nagyon sok MSZP-s, LMBTQ közösséghez tartozó embernek nyújtunk védelmet és segítséget ma a szocialista párt környékén és a szocialista pártban. Lesz egy relációs kör, nem tudom, hogy ezt lehet hallani. Ez most már van tudom, hogy lesz egy... Biztos velem van a probléma, hogy nem működnek a mikrofonok a kezembe, nem értek én a modernekhez. Viszont reakciós kör ide vagy oda, nem tudok elengedni egy két gondolatot, mert hogy Gerg ugyan feldobta a labdát, de hogy én ezt nem fogom leütni. Mert azt gondolom, hogy európai szinten mindazok, amiket csak most felületesen kitértek Gergő, nagyon fontos, szükséges, de nem elégséges feltétel. Nekünk itthon kell a mi társadalmunkkal foglalkozni. Nagyon-nagyon jó, hogy európai networköt, nagyon-nagyon jó, hogy az Európai Unió nyomásgyakorlását akarjuk használni, ez nem adja meg a problémát, ugyanis, hogyha szeretnénk mentalitásbeli változást elérni, akkor itthon kell párbeszédet létrehozni. Tudom, hogy valószínűleg sokat fogom mondani ezt a szót, mindazonáltal, akkor visszatérnék az eredeti gondolatmenetre. Az előbb azt mondtam, hogy a legnagyobb problémája az LMBTQ közösségnek az, hogy félnek. Én azt gondolom, hogy a homofób kirekesztő, akár látás, akár nyíltan homofób és kirekesztő magyar társadalom legnagyobb problémája, hogy fél. Fél az ismeretlentől, fél attól, hogy nem tudja, mivel van dolga. Éppen úgy félnek a menekültöktől, félnek a cigányságtól, félnek a homoszexualitástól, vagy bármilyen
tőlük a saját megszokottól eltérő szexuális orientációt. Ezzel van nekünk dolgunk. A következő egy évben ugyanazt fogjuk csinálni, mint eddig. Nagyon-nagyon nyíltan és láthatóan kiállni. Ilyen rendezvényeket szervezni, és hozzátenni, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre a többi párt is nyíltan kiáll a téma mellett, és saját közösségükben létrehoznak csoportokat. Hozzátenném, hogy nekem a legszívmelengetőbb a Momentum közösségében az az volt, hogy nem mi felülről, mint elnökség hoztuk létre, alulról szerveződve, és nem csupán érintettek által. És nagyon-nagyon aktívak, és mindent megtesznek a közösségen belül érzékenítésért. Rengeteg ember ment el tavaly úgy a Pride-ra, hogy előtte nem értett vele egyet, vidéki tagjaink, és ahol egyszer eljöttek és megértették, hogy ettől nem kell félni. Ez a mi feladatunk. Közösségeink, nem csak a pártközösség, hanem akikkel mi érintkezünk, érzékenyíteni, láthatóvá tenni. De ami a legeslegfontosabb az egy év, következő egy éven belül, önkormányzati választások lesznek. Nagyon jó, hogy mit csinálnak majd utána az önkormányzati képviselők. De az első fontos lépés, hogy például teret adni olyan jelölteknek, akik nyíltan vállalják a szexuális orientációkat. A Momentum közösségében több ilyen ember is van. Rájuk bízzuk, hogy ő kirakják az ablakba, vagy egyszerűen, ha rákérdeznek, fogják azt mondani, de mi azt gondoljuk, hogy igenis helyük van az önkormányzatban, mert akkor tud a párbeszéd elindulni, ha olyan emberek is találkoznak a meleg közösséghez tartozó emberekkel, akik alapvetően soha nem találkoznak, illetve nem tudják, hogy a szomszéd, a boltos néni, a postás, vagy éppen a pártvezetője, vagy a helyi párt, illetve a helyi pártelnök az lenne, vagy sem. Köszönöm szépen! Tudományos szempontból szeretném folytatni ezt a kérdést. Működik a mikrofon közben tovább? Igen, sőt. Nos, Tárkányi Ákos a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének volt tudományos főmunkatársának tanulmányából idéznék, miszerint a homoszexualitás gyógyítható, pszichoterápiával fokozatosan kialakítható a heteroszexuális beállítódás. Sok volt homoszexuális, ma boldog heteroszexuális házasságban él. Én nem hoztam meg őket ettől a lehetőségtől, tehát a gyógyulástól. Tudom, hogy a homoszexuális lobby szerint ez nem betegség, tehát azért nem kellene magába bekiabálni, ezt mindannyian jól tudjuk. De olyan jó-e, ha a mentális zavarral küzdők határozzák meg azt, hogy ők maguk betegek-e vagy sem? Szerintem ez nem helyes. Beteg büszkeség. Méltóság ugyanis az lenne, hogyha méltósággal viselnék el a sorsukat, ahogy például az akár születésük óta látássérültek sem kérkednek a betegségükkel, és a vakok sem akarnak buszvezetők lenni, ugye a homoszexuálisoknak sem kellene szerintem kérkedniük a devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem azt, amivel nem akarnak szembenézni, mert talán félnek tőle. Nem kéne gyerekek örökbefogadását sem követelniük így, hogy közben nem akarnak normális párkapcsolatban élni. A homoszexuális propagandát egyébként azért is ellenezzük, hogy idézzem dr. Fagus András akadémikus, a genetikusnak a Mindentudás Egyetemén elmondott nyilatkozatát, mert idézem, vannak a homoszexualitásra hajlamosító gének, ezek léte ma már egyértelműen bizonyított. Vannak emellett nem öröklődő hatások, például a környezet, családi hatások, és a többi, melyek jelentősen hatnak a homoszexualitás kifejeződésére. Ugyanazt lehet mondani, mint szinte minden más tulajdonság esetén, a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent. Ezért nem támogatjuk a homoszexuális propagandát, és a katolikus papként, unokájáként szívesen idézem még Bölcse Csaba atyát büszkén. Vannak emberek, akikben az agresszivitás hajlama erősebb, vannak, akikben a lustaság, a passzivitás, vannak, akikben erősebb a szexuális készítés. Ez önmagában nem bűn. Bűnné akkor válik, ha teret enged neki az ember, ha nem uralja. Egy gyilkos sem hivatkozhat arra, hogy benne az erőszakosság genetikailag kódolva van, ezért mentség felől tettének következménye alól. Ezért azt gondolom, hogy ezeket a gondolatokat meg kellene szívlelni, mert egyrészt tudományos alapokon nyugszanak, másrészt nyilvánvalóan értékrendbeli kérdés is az, hogy elmondjuk azt, hogy valaki kérkedhet ilyen-olyan betegségével. Felteszem a költői kérdést, hogyan szaporodnak a homoszexuálisok? Mindannyian tudjuk. Nem, mindannyian tudjuk, propagandával szaporodnak, és azt gondolom, hogy ez nem helyes, ezért is kellene betiltani ezt a propaganda felvonulást, mert egyébként a jogai ugyanúgy megvannak a PTK szerint, mint minden más, bármely más magyar állampolgár lesz.
Elérkeztünk az első reakciós körhöz, ahol a résztvevőknek van lehetőség az eddig elhangzottakkal kapcsolatban gondolatokat felfogalmazni. Az esemény elején abban maradtunk, hogy az első ilyen kört arra tudják be felől, vagy előtt felé indítjuk, hogyha én kínálni szóra lehetőséggel. Először is felül szeretném vizsgálni korábbi nézeteimet. Tévedtem, dobák elő, engem szórakoztat. Tehát, hogy mondjam, van már az a típusú koncentrációja az abszurditásnak, ami az emberben fajta mosolyt vált ki. Azért nem tudok rajta őszintén nevetni, hogy őszinte legyek, mert hogy sajnos ezek olyan típusú dolgok, amiket ő itt elmond, amiket sor egyébként jó szándékú normális embernek a fülébe is beleülnek. Ezek az innen-onnan összekapott, összekevert áltudományos marhaságok, ezek egyébként egy szeretnék reagálni két dologra érdemben. Az egyik ez a párbeszéd kérdés, mert szerintem ez a legizgalmasabb kérdés. Én ebben annál az alapügyben abszolút egyetértek, és szerintem tényleg ez a legfontosabb, ez a legizgalmasabb, hogy oké, értjük, az a helyzet, hogy ma most be lehet nyújtani ugyan törvényjavaslatokat természetesen a parlamentbe, de azért ezeknek korlátozott értelme van. Reménytelen. Nem baj. Tegnap ugyanez történt a demokrata elnökjelöltek vitáján is, ez előfordul a technikával. Szóval azt szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mik azok az eszközei, akár egy pártnak, hogy bevigye ezt a történet, hogy elkezdjen erről beszélni, egyébként vigyázva meg arra, hogy ne csináljunk pártpolitikát abból, ami nem pártpolitika. Mert az, hogy milyenek a törvények, az egy pártpolitikai kérdés. Arról kell is, meg lehet is vitatkozni a parlamentben, milyennek a jó útja, milyennek a jó módja, és nyilván elmondhatjuk egymásnak a kölcsönösen, meg saját magunkról mindenkinek az érdemrendjét, mi sem tavaly voltunk először a Pride-on, de önmagában ezzel meg nem viszed előre a történetet. Szerintem az a nagyon izgalmas kérdés, hogy és valószínűleg előhaladott életkorom okán nekem több kétel van bennem, mint annál valakiben nagyobb ebben a lelkesedés, de a feladatban egyetértek, a jó utak megtalálására vagyok kíváncsi. És említett Ági egy példát, ugye, ott azért azt hangzott el a bizottságban, hogy persze nem engedjük, hogy a mi hazán nyújtsa be azt a javaslatot, hogy fúj. Az időközben lett el, vagy én befejezem. Hát tudom, hogy nem lesz. Oké, bocsánat, befejeztem észrekerülést. Szóval most ez a mikrofon? Igen, ez a fős. Kettő. Ja, akkor nem szóval, bocsánat, akkor én kérek elnézést. Nem, akkor én kérek elnézést, bocsánat. Jó, akkor most az a helyzet, hogy össze egy mikrofonon van, úgyhogy ezt fogom körbeadogatni, és majd mindig élő hangon fogom mondani az időket. Jó, úgyhogy két perc. Nem álltam már. Annyiban életkori különbség ez, hogy mi nyilván minden generációnak más a mentalitása, és ez egy mentalitási különbség, de nagyon örülök annak, hogy különböző generációk nyitnak egymás felé, és próbálunk egy újfajta mentalitást megteremteni. Szerintem ezt korosztálya lenne kéne magyarázni. Hivatkoztál előtt a vallásos múltra, úgyhogy akkor én, mint egy evangélikus lelkész lánya szeretnék nekünk válaszolni. Ezáltal ezt a nagyon kis aberrációmat megosztani veletek, hogy én sosem értettem, hogy a kereszténység, a vallásosság az miért egy jobboldali történet, amikor szerintem Irgi valahol az első igazi hardcore emberi jogi aktivista, olyan liberális és baloldali hardcore baloldali eszmékkel, amit tök jó lenne, ha most elvállalna mindenki. Ez nem ezen múlik. És én azt gondolom, hogy ha helyesen is tudom, hogy az előtt azt mondja, hogy mindjárt idéz a Bibliából. De szerintem a Bibliában mindenki megtalálja a maga mondatát, szeress fele barátokat, mint saját magadat. Ennyi. A Bibliában is van mindenféle, mindenkinek megvan a kedvenc rész, és nem várom el tőle, hogy érzed vele egyet. És azt gondolom, hogy azért kell az ilyen típusú párbeszéd, mert hogyha több száz ilyen párbeszéd alatt egy vagy két ember gondolja máshogy utána, akkor már is egy-két ember előbb vagyunk. Ez nem az a történet, amit tömegében lehet csinálni, és azt gondolom, hogy igen, minden párt, ez a pártpolitika,
pártok elvileg értékeket képviselnek, és ezért én azt gondolom, hogy igenis ki kell állni értékek mellett, és az érték alapú politizálásból újra valami témát kell csinálni. És azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy önmagában a család érték, mert sajnálom, tényleg nincsenek egy jóság. Nincs Magyarországon egy jóság. Az alaptörvény szerint egy meleg pár nem család. De tegyük ide, hogy az özvegyek sem, az egyenlőbb idő nevelők sem, nem házasodhatnak. Mi azt mondtuk, hogy a meleg házasság kérdés az nem egy liberális kérdés, hanem egy polgárjogi, és az állam polgárai között nem tehet különbséget. Az, hogy a katolikus egyház összeadja őket, hogy ott majd kérdés, az állam nem tehet különbséget. Köszönöm szépen, hát az biztos, hogy a hülyeség az alkotmányos joga mindenkinek. De ez lássuk el, hogy ez nem betegség. Tehát ugye azért ilyet mondani szerintem ez nagyon felháborító, és valóban nincs jogegyenlőség a gyermekvállalás területén, vagy a gyermekfelügyelet területén, a vagyonközösség, de nagyon sok minden más mondhatnék a család, amit ma is elmondott, hogy messze, messze nincs egyenlőség, és azok az emberek, akik évről évre felvonulnak, azok nem propagandát folytatnak, hanem a saját jogaikért, mert a törvény előtt emberek, ők is olyan emberek, mint te vagy, akiknek a jogok ugyanúgy járnak a méltányos bánásmód, a törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kellene, hogy legyen. Egyébként a bizottság ülésre utaltál, nyilvánvalóan nem engedik a fideszesek, hogy a Mi Hazánk mozgalom nyújtson be bármilyen törvény, de félő egyébként, hogy eljutnak egyszer oda, mert egy jó ízű buzizás tövértől bármikor kitelik, ha éppen hülyeséget beszél a klímaváltozásról, hogy éppen elfedje a témát, tehát félő az, hogy ez a téma még vissza fog kerülni. És teljesen mindegy az, hogy belülről vagy alulról kezdeményezik egy közösségben egy ilyen szervezetnek a létrehozását. A lényeg az, hogy megvalósul és összekapcsolódik, és van nagyon sok olyan pártagunknak, szimpatizásoknak, idős nagymamának és nagypapának, hiszen tudjuk, hogy az MSZP-nek van a legidősebb szavazóbázisa, akiknek a gyermeke vagy az unokája azzal szembesül, hogy az LMBT közösség tagjává kíván válni. Nagyon sok segítséget adnak a kollégái, a pártagjai, hogy ezt jól tudják kezelni. Nagyon sokszor nem volt ilyen, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt tartunk. Köszönöm. Kirmani Ágnes az első felszólalásában azt mondta, hogy minden magyar állampolgár egyenlő. Nem azt, hogy egyenlőnek kéne lenni, hanem egyenlő. Szerintem ez egy elszólás volt, amivel ugye vitába szállt a szám alapolgárja azzal, hogy nem egyenlő. Úgy látom, egy kis belvita van, ha csak nem elszólások, és valójában többletjogokat követelnek itt egyesek. Hiszen a PTK mindenkire egységesen vonatkozik. Persze, hogy valamit nem tehet meg az, aki szeretne, hogyha az egy deviancia, hogyha az a társadalomra veszélyes. Legyen szó pedofiliáról, kisdolgokra való házasságról. Ugyan már jövőre majd talán nem lesz, ugyan már nem kiegészítődik az LMBTQ-STB egy újabb betűvel. Hát én azt gondolom, hogy erre a veszélyre igenis figyelni kell. Nem az ismeretlentől félünk, tehát ezt vissza kell utasítsa, ami minden társadalmi problémával, feszültséggel foglalkozunk. Így a homoszexualitást is látjuk, ismerjük, de meg kell személyesen megismerjünk ahhoz, hogy véleményt alkothassunk róla. Szerintem ugyanígy ismerjük a hivatkozott cigányokat is. Nem azért mondjuk azt, hogy feszültség van a magyar cigány együttélésben, vagy együttnevélésben, mert nem ismerjük, vagy mert félünk. Bizonyos problémákról persze félünk, de ezeket szeretnénk megoldani. És én azt gondolom, hogy kirekesztők azok, akik például betiltják a homoszexuális felvonulás elleni tüntetést. Kirekesztve azok, akik betiltják például egy 5000 követővel rendelkező YouTube csatornát tiltottak be tegnap Torockai László sajtótájékoztatója után, sok százezres nézettséggel rendelkező videókat is törölve a Facebook, a YouTube-ról, hát a Facebookról már korábban megtették ugye. Pusztán azért, mert Torockai László egy sajtótájékoztatón bemerte jelenteni azt az álláspontját, hogy a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként igenis betiltaná a homoszexuális felvonulást. Én azt gondolom, hogy ebben semmi durva nincs, ez az ő álláspontja, ez a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként képviselt álláspontja Magyarországon. Ahogy a rendőrség betiltotta a Mi Hazánk mozgalom török Szent Miklósi felvonulását, és még hozhatnék hány és hány példát, hogy a magyar gárda például nem vonulhatott az András úton, vannak, akik egyenlőben. És köszönöm, hogy ilyen együttműködően tartja mindenki az időkereteket. Rá is fordulnánk ezzel a lendülettel a harmadik kérdésre, ami transznemű és interszex emberekről szól.
Interszex emberek azok az emberek, akik olyan anatómiai jegyek, olyan kombinációjával jönnek a világra, ami alapján nem egyértelműen besorolhatóak a tipikusnak tartott anatómiai női férfi kategóriákba. Úgyhogy róluk és transznemű emberekről fog szólni a következő kérdés némi felvezetéssel. A transznemű és az interszex emberek az LMBTQ új közösségek marginalizáltabb csoportjai. Ugyan a transznemű emberek nemének jogi elismerése az Emberi Jogok Európai Bíróság által biztosított alapjog, kérelmeiket Magyarországon 2018. júniusa óta mégsem vigyálják el. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges jelentéstevője pedig már 2013-ban felszólította a részes államokat arra, hogy hagyjanak fel az interszex gyermekeken végzett szükségtelen, úgynevezett normalizáló műtétek gyakorlatával, mert ez a kínzás és az embertelen bánásmód egy formája. Ugyanakkor úgy tudni, hogy Magyarországon is több klinikán végeznek ilyen beavatkozásokat. Mit tenne az önök pártja, hogy a transznemű és az interszex személyek emberi jogait biztosítsa? És aki megkezdi a választást, mint már a felsőt. Köszönöm szépen. Igen, ott folytatnám, ahol a felvezető befejeződött. Ugyanis az utóbbi időben kialakult egy helyzet a transzneműek névváltoztatásának adminisztrációjával kapcsolatban, egy elég aggasztó jelenség, hiszen megállt ez a névváltoztatási kérelem, feldolgozása és engedélyezése. Érdekes, hogy azt tudni kell, hogy ezzel kapcsolatban, hogy pont egy transznemű kérelmező panasz bejelentése után állította le az állam ezt a folyamatot, ugyanis ha jól tudom, és pontosak az információim, akkor egy kérelmező jelezte, hogy az orvosi adatainak kezelésénél nem lát garanciát arra, hogy a más, hogy a megfelel a magyar adatkezelési szabályoknak és a GDPR szabályoknak. Akaratlanul egy olyan érvet adott a mostani államnak a kezébe, amivel ezt hip-hop meg is állították, ezt a folyamatot, és most ez blokkolva van lényegében. Ha azt kérdezik tőlem, hogy most mi a politikának ezzel a feladata, akkor én most azt mondom, hogy az a dolga, hogy a lehető leghamarabb meg kell teremteni azt az ügymenetet valamilyen módon, amely minden tekintetben a transznemű vagy interszexuális embereket védi, és a jogai csorbítása nélkül tudják a névváltoztatásukat kényelmesen és normálisan végigvinni. Ebben akár lehet felszólítani a kormányt, hogy ezt tegye rendbe, hogy ezt a vizsgálatot minél hamarabb fejezze be, ezt az adatvédelmi problémát. Tehát itt valamilyen módon nyomást kell gyakorolni, és el kell szólítani a kormányt arra, szerintem külső társadalmi nyomásban, akár az közös ellenzék is megtehetni ezt a parlamentben. Tehát, hogy ennyi lehetőségünk van most erre speciál. Továbbra is azt mondom, hogy az MSZP álláspontja, de az MSZP párbeszédben is az álláspontja, hogy minden ember egyenlő, és meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amely minden kisebbségben élő csoporttal megfelelően tud kommunikálni, és az ő problémáikat megfelelően tudja becsatornázni egyébként a politika világába. Szerencsére azt gondolom, hogy bár az LMBTQ világban is vannak olyan civil szervezetek, akik például nem szeretnék azt, hogy velük kapcsolatot tartsanak a politikai pártok, de örömmel mondhatom, hogy ennek ellenére a háttérben mégis voltak olyan tárgyalások, hiszen nem szeretnénk soha időn előterjeszteni sem, de utolsóan beterjeszteni, amely az érintetteknek a javaslatait kihagyná, vagy nem pontosan fogalmazná meg a politika azt, amit szeretnék. Köszönjük szépen! Arató Gergely következik, a Demokratikus Koalíció. Köszönöm szépen! Azért egy kicsit két dologról is beszélünk. Az egyik, ami a transznemű emberekkel kapcsolatos szabályozást és gyakorlatot illeti, az azért nagyon fontos példa, mert épp annak a példája, amiről Anna is beszélt, és amiről én is beszéltem, hogy anélkül, hogy a jogszabályi környezetben jelentősen rontották volna a jogszabályi környezetet, a gyakorlatot lehetett rontani. Ez tipikusan ennek a példája nem csak a névváltoztatás kapcsán, de az egészségügyi ellátás, a műtét, ennek költségei, és így tovább kapcsán is az a tapasztalat, hogy egyre romlanak a feltételek, egyre kevésbé felel meg az európai normáknak a magyarországi gyakorlat.
ez a gyakorlat, tudom ezt, és én abban is értek annál, hogy általában itthoni problémákat itthon kell megoldani, de vannak olyan helyzetek, amikor ez nem elég, és amikor igenis szükség van az európai védőhálóra, ez tipikusan egy ilyen ügy, ezt elmondtam, legutóbb is ma is így gondolom, hogy ez a típusú gyakorlat, ez egyértelműen sérti mind az emberi jogi egyezmény, mind az uniós dokumentumokat. Van helye mind uniós, mind pedig emberi jogi bírósági eljárásnak ezekben az ügyekben. Az emberi jogi bírósághoz nem tudunk fordulni, az érintettek tudnak fordulni. A uniós jogorvoslatot, tehát az uniós szabályok megsértését viszont tudják kezdeményezni európai parlamenti képviselők is. Ezt a múltkor megígértem, ennek az előkészítését dolgozunk. Ezt el szeretnénk, ezt az ügyet vinni Brüsszelbe és a kell Luxemburgba, mert ez nincs rendben. Mert amellett, hogy magyar polgárok vagyunk mindannyian, emellett európai polgárok is, és jár az LMBTQI közösség tagjainak is ugyanaz a védelem, mint ami minden európai polgárnak jár. Nem szeretnék kitérni a transznemű, az interszexuális gyerekek műtétjére vonatkozó kérdésre sem, de az az igazság, hogy olyat se szeretnék mondani, amit nem érzek kellően megalapozottnak. Én elolvastam ezt a történetet, utána olvastam, egy csomó olyan elemét látom, ami engem egészen elborzaszt a hatásaiban abban, hogy milyen lelki következményei lehetnek egy ilyen típusú műtétnek, de azt gondolom, hogy többet kell még tanulnom erről ahhoz, hogy ebben határozottan állást merjek foglalni. Ez tipikusan egy olyan kérdés, ahol egy normál országban, normál viszonyok között egy nagyon komoly szakmai és akár etikai szempontokat is és jogi szempontokat is figyelembe vévő párbeszédre lenne szükség, hogy jó megoldást találjuk. Köszönöm szépen. Novák előtt következik. Beteg büszkeség, így tartottunk, és hallottunk most újabb példákat is ugye erre, de hozok további példákat, híreket. Egy fával közösült egy férfi járókelő szeme látára tettet szemben átnézetet. Most a szempont ez dendrofilia, vagy micsoda, nem vagyok ilyen LMBTQ, XYZ szakértő, van, aki már mondja. Tehát ez talán az volt, nem tudom, hogy ez is benne van-e már itt a napirendi pontok között, a követelések között, hogy ezt meg kell várni a jövő éve. Szintén áprilisi hír, nem kell olyan messzire menni, hogy autóval fajtalankodott egy férfi. Az esetről térfigyelő kamera felvétele is előkerült, miután tucatnyi kocsi tanknyílását tette tönkre. Mechanofilia, ugye? De hát ő ezt szereti. Hát jogai neki is lehetnek, nem? Akkor tűzünk ezt zárszóra? Szerintem persze nem, de hát javaslok további napirendi pontokat, lehet ezt is komolyan menni. Ahogy a nekrofiliát, a pedofiliát is, én kíváncsi vagyok, hogy mit gondol a kezedről. Tehát ne arról beszéljünk, ami már a csapból is ömlik a homoszexuális propaganda keretében, hanem hogy mondjuk támogatják majd az emberevés is. Hát elvégre az is csak egy táplálkozási szokás. Hát ha legyen úgy, ahogy ő élni akar, miért akarjuk mi megmondani? Tehát brit tudósok biztos, hogy tudják igazolni ennek is a genetikai eredetét természetesen, tehát mindenre lehet példát támogatni. Egyébként azért hatozzak egy kicsit elrettentő példát is a jelenlévők számára. Az amerikai Alabama állam nemrég elfogadott gyermekvédelmi törvénye szerint, ha valakit 13 évesnél fiatalabb gyerek sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt ítélnek el, annál kémiai kasztrációt kell végrehajtani a szabadulása előtt. Ez már egy számomra szimpatikus lapszembe, egy hír, egy megfogadható nemzetközi példa. Ehhez képest a homoszexuális propaganda tiltása, amit a mi hazánkhozban képviselő Dúró Dóra benyújtott, hát egyébként számomra is már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat. Tehát én speciál büntetném is a homoszexuális propagandát, hiszen a társadalomra való veszélyessége miatt el kell gondolkozni azon, hogy ez hány ember életét keseríti meg, és ez a társadalomra milyen szinten veszélyes. Arról szoktak beszélni, hogy itt jogvédelem kell. Ehhez képest kiknek a jogait kell itt egyáltalán védeni? És most nem csak arról beszélek, hogy ezek mennyire természetellenes dolgok, de hogy mennyire nincsenek ők joghátrányban. 2017-ben 36 nagykövetség állt ki az úgynevezett Pride mellett. Mondjanak olyan a családokat, vagy az anyákat érintő rendezvényt, ami mellett ekkora kiállás volt, hogy említhetnénk az EU legnagyobb jogosztott kisebbségét, a magyarságot, amellett mikor szólalnak meg a nagykövetségek, akárcsak itt az úzvölgyi provokáció kapcsán, és sorolhatnánk még ezeket a példákat. Tehát ma már nem csak
divat homoszexualizmusban, és ennyiből nem csak a homoszexuális propaganda káros, hanem van érdek homoszexualizmus is, tehát olyannyira nem kell félniük, sőt, előben részesülnek, hiszen miközben azzal érdemek, hogy a munkáltatók kirúgnak egyeseket, azért, mert homoszexuálisok, valójában ehhez képest több mint 1000 cég állt ki a budapesti homoszexuális felvonulás mellett tavaly nyíltan. Hány olyan céget tudnak, amelyek kiállnak mondjuk az anyák mellett, akiket igen, elbocsátanak a munkahelyükről, akkor, ha megtudják, hogy például gyermeket szeretnének vállalni sok esetben. Ezekkel kellene inkább foglalkozni, ezek a valódi jogsértettek. Jó, ez jó. Köszönjük. Barátom, a következő kormányzatban. Ők is. Kettő nem zárják éves. Sőt, a fiatalok, amikor el akarnak költözni, ők is hátrányba kerülnek. Az a fiatal nő, aki gyereket szeretne vállalni, és nem visz hazajt a kezdőfizetéséből, az is hátrányba kerül. Szerintem ez nem zárja ki egymásnak azok a csoportok, akik valamiért a társadalomban hátrányba kerülnek, mert kiállunk, és annak a jogai mellett fellépünk. És az egyjogosságért küzdünk. Tehát, hogy van egy nagy tévedés, és azt mondom, hogy már sem szórakoztató, de nem is bosszantanak. Utoljára, amikor én mondatokat hallottam, akkor kerültünk nagyon súlyos traumák vannak a háttérben. És az, hogy ezt mondom, érdek homoszexualitás. Igen, szerintem van érdek homoszexuális, amikor belefogsz homoszexualitás, amikor két meleg férfi érdeke az, hogy boldogok legyenek együtt, az egy érdek homoszexualitás, nem ez semmi baj nincsen, mint ahogy az én érdekem, én azért megyek férjhez, mert én szeretném boldogulni, és azt gondolom, hogy hiszek a házasság intézmény, ez egy érdekházasság. Szerintem nem tudom, mi volt az eredeti kérdés, ez a baj. Ja, igen. Akkor nagyon gyorsítom a lényegre válaszolok, és azonban is egy szeletére. Az interszexualitás kérdése annyira tanul ma még, hogy én őszinte leszek. Én ma még visszakérdeztem, hogy ugye jól tudom, mit jelent az interszexualitás. De azt mondom, hogy semmi baj nincsen, merjünk kérdezni. És kapjunk rá választ, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos probléma, mert elképesztő traumákat okoz hosszabb. És mindent meg kell tenni, még akkor is, hogyha a törvényi szinten most ezt nem tudjuk, mert persze kormányt kell váltani, és rendes törvényeket kell csinálni. De addig is mindenki a saját környezetében kezdjen el érzékenyíteni, kezdjen felvilágosítani. Tudjanak az emberek arra, hogy mit jelent. Ne csak a mi saját buborékunk tudja, hogy mi a különbség transzexuális és interszexuális között. És arra már nem is beszél, mert traumákról beszéltünk, az, hogy beállították a név és nem változtatás történetet. Nagyon sokan a folyamat közepén ragadtak. Hormon kezelés kellői közepén, és olyan névvel kell élnünk, hogy már testük nem mutat meg. Tehát ennél nagyobb traumát, és nem tudom, hogy szerintem, amúgy ehhez nem is kell transzexuális melegnek vagy leszbikusnak menni, hanem alapvetően egyszerűen gondoljunk bele, hogy úgy rá kényszerítik, hogy úgy öltözködjünk, és úgy viselkedjünk, és olyan nevet hordjunk, amivel nem születtünk, vagy ami nem az identitásunk része. Én ezzel teljes mértékben tudok azonosulni, hogy annyira külön, hogy nekem bármikor érintett lettem volna. És azt gondolom, hogy rá kell ide megtalálni a közös pontokat, ahol az ember elkezdő ilyen empatizálni, szóval mindenkiben van empátia. Előre lehet hívni, Novák Kerülő is elő lehet hívni az empátiát, lehet, hogy sokan elszerűz. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy most itt van is ezeket elmondani. Én nagyon remélem, hogy egyszer meg tudom egy viszont folytatni, én is nem tudom, hogy tudod, hogy Magyarországon statisztikát ilyen kérdésekben nem csinálnak, de amerikai statisztikákat nagyon szívesen hozok neked, hogy meg kell az öngyilkosok aránya a közösségben és a hajléktalanság körében. Köszönöm szépen. Most a negyedik kérdés következik, utána lesz reagálási lehetőség. A kérdés pedig így hangzik. Az LMBTQ-i közösségek rendkívül heterogének. Attól, hogy valaki nem heteroszexuális és vagy nem cisznemű, azaz nem transz, még más kisebbségi csoportokhoz is tartozhat, például idős, fogyatékossággal élő van, stb. A többszörös hátrányokkal küzdő személyek azonban még inkább ki vannak téve az izoláció, a kirekesztés, az egészségi problémák veszélyének, ráadásul sokszor a segítő, egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzáférésük is alacsonyabb. A legtöbb kutatás azt is kimutatja, hogy a nem budapesti névő LMBTQ-i embereket több kirekesztés, erőszak, előítélet éri. Készül-e az önpártja olyan cselekvési tervekkel,
programokkal, az őszi önkormányzati választásokkal, amelyek helyi szinten segítenék az LMBTQ emberek boldogulását? Ha nem, miért nem? Ha igen, mik lesznek ezeknek a vállalásoknak a fő elemei? Erre kérnék szépen 3 percben választ adni. Kunhal János fogja kezdeni a szélét. Köszönöm szépen. Erről már sokat beszéltem most este is, hogy milyen konkrét dolgokkal készülünk, tájékoztatás, egyebek, sőt vállalásokat is szeretnénk aláírni a mi jelöltjeinkkel, hogy nem hallanak engem most sokat el hátulról, hogy mindenféle diszkrimináció ellenesség, jogegyenlőségért, az érzékenyítésben vegyenek részt, és amikor képviselővé válnak, akkor ezeket továbbra is értékként kezeljék és folyamatosan szem előtt tartsák. És hát meg a másik az, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetségnek most már tulajdonképpen a teljes demokratikus ellenzéket maga mögött, ugye egy olyan futballvermester jelöltje, aki volt elég bátor ahhoz, hogy kitegye a szivárvány zászlót akkor, amikor kell a hivatalához időt. Nagyon fontosabb, de volt olyan frakció, aki kitette ezt már a parlamentre, tehát szerintem ezek nagyon fontos dolgok, és hát nyílt vállalásunk az, és ezt minden ellenzéki partnerében mondhatom, mert Gergely programját elfogadják, hogy azok a civil szervezetek, akik mind valamilyen módon a jogegyenlőséggel, a demokratikus neveléssel, az egymás iránti tisztelet toleranciával, az érzékenyítéssel foglalkoznak, azok a következő időszakban nem üldöztetés lesz a részük a fővárosi részéről, vagy egyfajta nem törődömség, vagy megtűrtség, egy eltűnt rossz dolognak tartják, hanem igenis egy jobb és boldogabb ország érdekében, egy jobb és boldogabb főváros érdekében segíteni fogják ezeket a közösségeket, kinyitva az egész főváros, és arról meg a főváros épületét is, meg a környező teret is. És hát visszatérve a saját pártomra, az LMBTQ baloldali LMBTQ közösség megalapításával, és folytatva a 90-es évek óta a politikus társaink hagyományai, igenis nagyon sok érzékenyítő, tájékoztató, kapcsolatépítő munkát végzünk el, amelyet nagyon-nagyon szeretnék egyébként a jogalkotásba is becsatolni. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, ez nem most kirekesztő vagyok? Nem tudom, hogy megszólítás, de mindenesetre egy jó hírrel szeretnék szolgálni, legalábbis a modernitás pártiak számára, és viszont bennem, hogy azért itt titkon megújnak esetleg néhányan. A homoszexuális propaganda felvonulás, bár egyedül a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza mára, annyit sikerült elérnem, ez büszkén vallom, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban már nem kap helyet. Sem ez, sem az őszi propaganda hét, vagy nem tudom, most ott is már holnap lesz. Nem tudom, eddig heti, vagy évi kétszer egy hét volt, most itt már egy hónap. Mindenesetre legutóbb 2013-ban tartottam sajtótájékoztatót, korábban is többször, akkor épp a Toldi mozi előtt, felhívva a figyelmet, hogy akár betegségről, akár vállalt devianciáról van szó, a szexuális devianciák normálisként való bemutatása és reklámozása károsan befolyásolja az embereket, ezért nincs helye önkormányzati fenntartás mozikban ennek. Sajnos évekkel keresztül hiába küzdöttem, még végre az elmúlt években már tudják, hogy nincs ott, és nem véletlenül nincs ott. Én azt gondolom, hogy lehet tehát sikereket elérni, a Mi Hazánk mozgalom is sikerre van ítélve előbb-utóbb, még a világ legerősebb lobbyával szemben is, hiszen a társadalom döntő többsége ebben a fele nagy demokráciában azért normalitás párti, és a világ legerősebb lobbya ide vagy oda, Facebook oldalak betiltása, vélemény cenzúrázása, YouTube-on és Facebook-on is, mindezek ellenére azt látjuk, hogy egyre többen gondolják azt, hogy azért nem normális az, hogy az András közepén kérkednek ezekkel a dolgokkal. Sajnos nem kaptam választ a dendrofiliára, mehadofiliára, nekrofiliára, pedofiliára. Szeretném tudni, hogy a következő években ez vár ránk. A korábbi években nem gondoltuk, ki gondoltam, hogy az LBT talán így indult, ugye? Hogy ez ennyi betűvel fog kiegészülni. Borítékolható, papírforma szerű, hogy minden pervers megtalálja a maga számítását. Ennek kívánunk véget vetni, nem azért, mert félünk ezektől a témáktól, vagy ezek tabu témák. Tehát ha már szexuális tabu témákról beszélünk, mert mondjuk mozik filmről beszéltünk, például az Elhallgatott Gyalázat című filmet nem mutatták be ugyanezek a mozik. Ők ugye a Vörös Katonák 1945-ös felszabadulásnak nevezett megszállása során ők 10 ezreinek megerőszakolásáról egy kényes témáról szól. Tehát nagyon sok kérdéssel lehetne foglalkozni.
És én sajnálom azt a cinikus választ, hogy persze majd azokkal is foglalkozunk, tehát nem foglalkozik ezekkel senki. Itt egy hónapon keresztül látjuk azt, hogy egy ilyen propaganda hónap zajlik, a világ legerősebb lobbyjából, a nagykövetségekkel, cégekkel, teljes mondhatnánk kormányzati támogatással, mert legalábbis a tűr kategóriában még szerepel ez a propaganda felvonulás is. Ezzel szemben kellene azt gondolom teret engedni az ellenvéleményeknek, és azoknak, akik egyébként higgyék el, jót akarnak. Jót akarnak az érintetteknek is. Nagyon sok olyan homoszexuális van, aki szégyelli ezeket a felvonuló, provokáló társadalmat. Köszönöm. Igen. No. Köszönöm szépen. Azért mégiscsak kénytelenek egy csöndes megjegyzést tenni arra, hogy én nem emlékszem arra, hogy Novák előtt valakitől kapott volna egy normalitás mérőt. Tehát, hogy akár megszavaztuk volna neki, akár az Úristen felhőről lenyújtott volna neki egy olyan eszközt, amivel el tudja dönteni, hogy mi a normális és mi a nem. Én azt gondolom, hogy más mércék vannak egy emberi társadalomban arra, hogy mi elfogadható és mi nem. Ez a ne árts elve. Ha már a szeres felebarátodat elve, az nem érintette meg képviselő urat, akkor azt javaslom, hogy legalább ezen az elven gondolkozzon el, és mondja meg, hogy kinek árt az, hogyha valaki férfiként férfit vagy nőként nőt szeret. Kinek okoz ez kárt? Ezt mondja meg, mert egyébként azt kell mondanom egyébként, hogy ez üres gyűlöletkeltést, amit művel. Ami a... Azért, ismét rákérdezett, ha ilyen exotikus szexuális érdeklődése van, akkor nem inkább keresen, szerintem talál erre meg. De egyáltalán nem ítélem el hozzáteszem, ez az ő dolga. Ami viszont a kérdést illeti, hogy szeretnék válaszolni természetesen, az a helyzet, hogy szerintem az egy nagyon fontos szempont, amiről érdemes gondolkoznunk, tágabb körben is akár, hogy valóban a társadalmi helyzet, hogy a más kisebbségi csoporthoz való tartozás nagyon nagy mértékben meghatározza ma azt, hogy egy LMBTQ-i közösséghez tartozó embernek milyenek a valódi életlehetőségei. Egészen más egy kis településen élve találkozni Novák Előttel, mint Budapesten. Egészen más egyébként, például az anyagi lehetőségek nagy mértékben meghatározzák azt, hogy ki mennyire kiszolgáltatott ilyen vagy olyan előítéletes környezetnek. És ebben az önkormányzatnak valóban döntő szerepe van. Mi alapvetően arra, nálunk ugye van egy alapelv, az, hogy természetesen minden képviselőnek el kell fogadni a pártnak az alapértékeit és a párt programját. Ez elég világosan fogalmaz abban a kérdésben, hogy a mi pártunkban nem tűnünk semmifajta kirekesztés, semmifajta kisebbségi csoporttal szembeni előítéletességgel. És hát sajnos nekünk ebben van negatív rekordunk abban az értelemben, hogy nekünk kellett kizárnunk önkormányzati képviselőt azért, mert közösségi felületen nyílt a homofób szöveget tett közé. Ezt semmelyik párt nem tudja sajnos elkerülni, mert nem tudunk mindenkit levizsgáztatni, nem is akarunk. Mondjuk Novák előtthöz képest lájkos volt, de nálunk ez sem eltűrhető. Ugyanakkor abban van dolgunk, és szerintem azért nagyon fontos alatt, és szerintem az lenne jó, hogy ezt közösen vállalnánk tulajdonképpen föl, hogy mindenütt helyben keressük meg a párbeszédnek, az együttműködésnek a lehetőségét a helyi közösségekkel. Közösen együtt álljunk oda egyfajta, újfajta helyi párbeszéd mögé, amiből születhetnek jó helyi megoldások. Mert én most nem tudom megmondani, mit kell csinálni Debrecenben, Békés Csabán vagy Nyékletházán, azt helyben tudjuk megmondani. Köszönöm szépen! Szerintem az ország egész normalitás vár, csak azt gondolom, hogy mi a normális, mert most végigmagoltam, hogy én nagyon szeretek kisanállal utelátani lepedéssel, és szerintem ez nem normális, és sem normális, hogy viselkedik felkelés utáni első fél órában, biztos, hogy majdnem nem tartanád az normálisnak azt a hisztériát. Tehát, hogy mi a normális, azt nem tudom, de egyik körbenézek, én csak normális embereket látok. És csak arra emlékeztetem, hogy gyerek, ha annyira egy ilyen jó párti vagy, egy jóság párti vagy, akkor a Pride hónap, Pride propaganda hónap még az elmúlt 9 év propaganda évei mellett. Tehát, hogy így tényleg? Tehát, hogy nem nagyon értem, hogy a propaganda alatt mit értesz, de az biztos, hogy az elmúlt összes megnyilvánulásokból az jön le, hogy nem nagyon tudod, hogy mi a különbség szólásszabadság és gyűlöletbeszéd. Azt gondolom, hogy
tök jó, hogy itt vagy. És nekem az is nincs bajom, hogy felolvasd ezeket a marhasságokat, de ha a szólásszabadságba beletartozik, azzal sokkal jobb bajom lenne, ha elkezdeni most uszítani, mert nyilván most kisebbségben vagyok, nagyon nehéz lesz itt uszítani. De hogy amikor a YouTube csatornát betiltják, azt ezért szokták. És azt gondolom, hogy ezért tudnak ki a kormányzati képviselőt, és azt gondolom, hogy most olyan vállalásokat tenni, ami a hátrányosan, súlyozottan hátrányos kisebbségi csoportokhoz való tartozásra tud reagálni. Azt gondolom, hogy erre nem lehet. Ha őszinte politikus erre nem tud vállalást tenni, őszinte politikus azt tudja mondani, hogy mindenik problémát egyenrangúan komolyra gondolja, és mindegyikre próbál helyben, kis közösségi szinten megoldást tenni, és nem vagyunk kormányon, nerven vagyunk, törvényeketben fogunk tudni változtatni, de minél tovább tartan el rendszere, annál inkább felértékelődnek a kis közösségek, annál fontosabbak az önkormányzatok. Juttassunk be olyan önkormányzati képviselőket, akik nem a helyi kisirányságokat építik tovább, és nem a saját zsebükre viszik a fejlesztési pénzeket, hanem mondjuk a falu egészség napokra meghív olyan szervezeteket, el tudják mondani, hogy alapvetően egy interszexuális vagy transzexuális beteggel hogyan kell viszonyulni. Én dolgoztam egy olyan civil szervezetben, hogy fogyatékos ügyben dolgozom, és olyan érzékenyítő tréningeket tartott rendőröknek, közigazgatásban dolgozóknak, ami arról szól például, hogy amikor egy vak ügyfél bekopog, akkor te nem mondhatod azt, hogy szabad, vagy nem, bocsánat, egy siket ügyfél bekap. Nem tudhatod, ki van az ajtó másik oldalán. Ki kell nyitod az ajtót? Ja, ennyi. Nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk egymásról, és azt gondolom, hogy mind a meleg közösségek tartozók, és főleg akkor, hogyha ez még különböző kisebbségi csoportokhoz a tartozással párosul, nekünk érzékenyek kell, nem csak érzékenyek kell lenni, hanem nem szabad félni attól, hogy az esetleg a kérdésekkel kezdődik az együtt dolgozás. Köszönöm. Utolsó kérdés előtt megnyitám a reakciós követőségét, Novák előtt felőként beszélni. Köszönöm szépen! A DK képviselője, tehát nincs problémája a pedofiliával, nekrofiliával. Próbáltam ugye lejelentszeni, először próbáltam nem reagálni ezekre a kényes kérdésekre, hiszen még ezek a tabuk nem egészen teljesen vannak lelőtve, még csak az LMDTQYZ-re tartunk. De amikor ebben rákérdeztem, bár először próbált nem reagálni, mert próbált elvicceni, végül aztán gyorsan kimondta, még mielőtt a Facebook egy életet kinyitotta volna, hogy nekünk tulajdonképpen nincs problémája ezekkel. Na ez a különbség köztünk, hogy nekünk van problémánk ezekkel. Tehát nekünk van problémánk a gyilkosokkal, van problémánk a megerőszakolókkal, azokkal, akik megrontják a kiskorúakat, a személyensértőkkel, a garázzákkal is, hogy csak így csökkentsen egyébként a bűnök súlyát. Tehát normális esetben garázzasság jelenlegi definíciója alapján a homoszexuális felvonulásot sem kellene távolítani azokat, akik másokkal megrontánkozást keltő módon. És az is abszurd számomra, hogy ilyen SZDSZ-es időket idéző liberalizmussal helyesték a YouTube csatorna betiltását, pusztán azért, mert valakinek az a véleménye, hogy a homoszexuális propaganda bevonulást nem kellene engedélyezni, és azt károsnak tartja. És a jelenlegi jogszabályok szerint is azt szerinte betiltató. Azért, mert valakinek ez az álláspontja, nem bántalmazott senkit, ez önmagában még nem is buzdított arra, hogy dobálják meg akár csak tojással, mint mondjuk Demszky Gábor, ha már az SZDSZ-ért tartunk. Még csak erre sem buzdított, de ez elég egyesek szerint arra, a liberálisok szerint arra, hogy megszüntessék a YouTube oldalát. Tehát én azt gondolom, hogy lehet megpróbálni elviccelni ezeket a kérdéseket, de sajnos ezek súlyos kérdések, súlyos ember életeket is veszélyeztető, és az egész társadalomra veszélyes kérdések ezek, ezért ezekkel komolyan foglalkozni kell. Mert ami ma még azt gondolják, hogy... Biztos volt, hogy ebben biztos így van, hogy ez a szék nem fog kapni. Köszönöm szépen, igen. Az ég is le fogsz kapni, hogyha ilyen abszolút... Ha ilyen abszolút dolgokat követelnek jogok Magyarországon, mint ez a sok erre abszolút ízős, de ha nem kellett szolgáltat hívni, akkor átadom a mikor. Mi Ágnes fog következni? Látadom a válaszadási lehetőséget az időkeretemben, csak egy kérdésem lenne őszintén. Hogyha véletlenül valamelyik gyermeket viszont szóval is lesz, mert kibered belőle?
idejében. Nem beszélek többet, csak válaszolj rá. Jó. Azt mondom, hogy ez annyira gyors kérdés, hogyha nem a gondolkozás, hogy nem tudok válaszolni. De abszolút tudom, ugyanúgy fogom szeretni, hogyha a negyedik gyermekem például most, amely szeptemberben fog születni, akár ilyen hajlandó lenne, de mindent meg fogok tenni a gyógyulásáért. Ugyanúgy fogom szeretni bármelyik más gyermekemet, ugyanúgy szeretem akkor is, hogyha mozgássérülten születik, de meg fogok tenni érte mindent, hogy teljes értékű életet élhessen. Mert tudom, hogy milyen boldogság az a párkapcsolat, ami férfi és nő között jön létre. Igen, ez a normális, ez a természetes. És ő máshogy lenne boldog. És hogyha azt gondolja, hogy másként boldog, akkor nagyon sokat fogok erről vele beszélgetni, és ennek ellenére ugyanúgy fogom szeretni, bármilyen életet fog élni, mert az én gyermekem lesz. Tehát az, hogy ki fogom verni belőle, ez a feltételezés, ez lehet, hogy a bal oldalon végig, az állósok körében lehet, hogy ez volt a normális, nálunk nem. Tehát épp úgy azt mondom, hogy mi vagyunk azok, akik szeretettel közelítünk, nem csak a saját gyermekeik felé is, hanem azok iránt az emberek felé, akik segítségre szorulnak. És azoknak nem kellene inkább azt hazudni, hogy neked semmi problémád, se a szegénységgel, se bármilyen kirekesztettséggel, hanem meg kell találni megoldást találni szerintem. Így kellene inkább megközelíteni. Tehát mi nem akarunk kivenni senkiből semmit, mi gyógyítani szeretnék, és azt, hogy nézzenek szembe, hogy ez nem normális, és ők maguk sem fognak tudni boldog életet élni. Túl azt, hogy a társadalomra milyen szinten veszélyes ez. Köszönöm szépen. Donáltól megkövetkezik, két percben. Én nehéz mit mondani, mert nem ezzel akartam kezdeni, hanem végre szerettem volna azt mondani, hogy valamiben végre egyet tudunk érteni, de aztán nem. Ugyanis hitte, hogy mi is mindenit terjük a gyilkosokat, a barázdekat, a kiskorúak ellen tett erőszakot, sőt, a nemi erőszakot kivált képzelni, de nincs egy olyan ember a teremben, aki negyet. Csak úgy mondom, hogy amikor azokat a civil szervezeteket támadják, akik mondjuk melegjogi kérdésekben, vagy felvilágosító kurzusokat adnak, ők például azok is, akik tartanak olyan kurzusokat, ami kifejezetten pedofilokkal foglalkozik azért, hogy a bennük lévő vonzalmat ne éljék ki, és ne kövessenek el jogsértést, és ne kövessenek el olyat, ami nem csak társadalom mindenki számára elítélendő. De olvasom most a Magyar Adalásokból, van egy nagyon jó cikke. Szerintem megint más gondolunk arról, hogy mi a segítség. Tehát, hogy az a semmi pont szerintem, hogy ennyire magabiztos vagy abban, hogy tudod a megoldást. De szerintem egyről igazságban senki sem tudja tudni igazán. De mi lenne, hogy megkérdeznék a másikat, hogy ez neked tényleg segít? Tehát, hogy itt nagyon remélem, hogy... Ilyen soha senkinek nem tudom, azt gondolom, hogy ez a normalitás része, hogy valaki meleg, biszexuális, queer, transzexuális, vagy bármi más, de nagyon tudom, hogy gyermekeimnek, hogy ne legyen. Mert nagyon hosszú utat kell, hogy bejárjunk, hogy megérts, hogy ez biztos, hogy nem ez nekik segítség. De nagyon örülök annak, hogy szereted a gyermekeidet, és annak is nem örülök, hogy egy újabb élet jön a világra, hogy igazából egy gyermekhez, és nagyon szeretném, hogyha az összes olyan gyermekhez is így tudnám viszonyulni a saját azokhoz, akik mondjuk interszexuálisan születnek. Azokhoz, akiknek a nemi identitásával gondjai vannak, és folyamatosan kirekesztéssel találkoznak az iskolában, a közösségekben, a társadalomban, és végsősorban bekapcsolják a tévét, és mindeket hallanak, akik sajtótájékoztatnak. Egyrészt elnézést kérek ezért a kis közjátékért, meg a tulajdonos, mert elég antagonisztikus viszonyban vagyok a székekkel, nyilván mind súlyom, mind az állandó izgésmozgás miatt. Azért vagyok most már kimondottan hálás a szervezőknek ezért a rendezvényért, mert nagyon, nagyon jól meg lehet figyelni az anatómiáját annak, hogy hogyan működik ez a típusú gyűlöletkeltő politizálás. Nekem nagyon tanulságos, tényleg így mégis látni közelről azért az nagyon tanulságos. Az egyik ugye nem megyek bele a csúsztatásokba, mert ezt értitek, hogy hogyan kell ki, hogyan ragadok ki egyetlen elemet, nem erről beszélt képviselő úr persze, hanem a fák, virágok, növények, nem tudom micsodák, lovacskák, az nem voltak az már helytelen az állatvédelmi szempontból kifogásolatok. Az autókkal kapcsolatos sajátos gondolatairól osztotta meg velünk, de ez most nem ennyire fontos, csak mutatja azt, hogy hogyan lehet megkerülni érdemi kérdéseket, úgyhogy megtámadjuk a másikat személyében, és különböző bűncselekményekkel vádoljuk meg. Ez szerintem mutatja azt, hogy a racionális párbeszédnek mik a korlátai. A másik ilyen történet, és ez egy nagyon gyakori technika, ez a relativizálása a problémáknak, hogy
Ha te szólsz azért, mert a melegeknek a jogait korlátozzák, akkor te miért nem a nőkkel foglalkozol? A nőkkel foglalkozol, akkor miért nem a magyar kisebbséggel Romániában? Ha a romániai kisebbséggel foglalkozol, akkor miért nem inkább a biciklisták gyakori defekteivel? De ez nem így van. Vagy elfogadom azt, hogy minden ember egyenlő, nemzetiségétől, szexuális orientációjától, nemétől függetlenül, és mindegyikért kiállok, ha megsértik a jogait, vagy ha elkezdek válogatni, akkor már nem veszem komolyan az emberi méltóságot, akkor ez csak alibi, akkor ennek nincsen semmilyen hitele. És én nem emlékszem arra, hogy a női egyenjogúság ügyében a mi hazánk bármit kezdeményezett volna az emberi. Amelyik hangzik. Részben már megválaszolták, egyébként majd meglátják, hogy mennyire töltenék ki a 3 percet. Egy párt hitelességét növeli, ha a belső működése tükrözi azokat az értékeket, amelyeket a tágabb társadalomban is szeretne megvalósítani. Mit tesz az ön pártja azért, hogy LMBTQ emberek is bevonuljanak a párt tevékenységébe, hogy az LMBTQ pártagok előbbiási folyamatát támogassa, illetve hogy minden tagját érzékenyítse és megfelelő információval lássa el az LMBTQ embereket érintő szempontokkal kapcsolatban. És arra, jaj, bocsánat, Kunhalmi Ágnes fogja mindig én kezdek. Így jött, úgy hűtásos, hogy itt hoztam én. Sokat beszéltem arról, hogy mit teszünk a párton belül, hogyan tájékoztatjuk a közösségünket, képviselőinket. Egyébként az, hogy előbújás, az egy tök érdekes szó, amikor ezt olvastam, a kollégáimmal, amikor megnéztük ezeket a kérdéseket, mert hogy nem tudjuk azt, hogy ki milyen. Tehát van csomó olyan pártagunk, akik nem LMBTQ-t érintettek, és teljes erőbedobással dolgozunk együtt, és beléptek a munkacsoportba és dolgoznak, és vannak olyan LMBTQ-t érintett pártagunk, akik abszolút nem kíván foglalkozni ezzel, és teljesen más területtel foglalkozik a párton belül. Tehát ez szerintem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az alapértékekben egyetértünk, és ez az, ami bennünket meghatároz. Mivel már nagyon sok mindent mondtam el az előző kérdéseknél és ezzel kapcsolatban, a szabad és megengedik a szervezők a reklám helyét, hogy használjam ki. 5-én nekünk MSZP-nek is lesz a baloldali LMBTQ közösségnek a Pride hónapon rendezvény sorozaton belül, pont a felvonulás előtt egy nappal egy saját rendezvényünk, ahol is, és pontosan szeretném mondani, a civil szervezetek és a politikai szervezetek közös munkája, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, hasonló témakörökkel fognak merülni, úgyhogy remélem, hogy eljöttök erre is. És köszönöm. Köszönöm szépen, azért csak visszakanyarodnék ahhoz a kutatáshoz, amelyről már idéztem, hiszen több ellenvélemény ezzel kapcsolatban megfogalmazódott. Gyermekelhelyezési perek homoszexuális és heteroszexuális ügyfeleit hasonlította össze egy vizsgálat. A homoszexuálisok esetében jóval nagyon gyakoribb volt a gyermekbántalmazás és a gyermekek homoszexuális orientációja. Közöttük jóval több volt a problematikus személyiség, és leszbikus szülők gyermekeit vizsgálva jóval gyakoribb volt köztük a bizonytalan nemi identitású. Sőt, egy longitudinális vizsgálat eredménye szerint a homoszexuálisok családja gyakrabban volt sérült, legyen szó vállásról, álmaságról, nevelőszülőről, hogyha ezt még sérülésnek lehet nevezni ebben a körben, és szülei között nagyobb volt a törvénnyel összeütközésbe kerülők aránya is. Egyébként öngyilkosságra is sok példát lehet hozni, illetve ami már azt gondolom nem is megkérdőjelezhető, azt talán itt mindjárt elismerik, hogy jóval rövidebbek ezek a kapcsolatok, azaz boldogtalanabbak. És akkor arról még nem is beszéltük, hogy ez az esetleges nevel gyermekek számára mit jelent, semmiképp sem az érdekeiket szolgálja, hogy ilyen sérülékeny kapcsolatban vannak. Nos, a homoszexualitásról hazugságokat terjesztő arrogáns, erőszakos, totalitárius politikai mozgalom alakul ki mára, ez a homoszexualizmus. Nem minden homoszexuális vesz részt ebben, és hát sok heteroszexuális is részt vesz benne, ezt tudjuk jól. Be kell tiltani egy demagógis, totalitárius politikai mozgalomnak az embereket egyrészt megtévesztő, fiatalokat megrontó, családokat tönkre tevő propagandáját, vagyis a szokásos és oly sokak által tapasztalt
hazugság és gyűlölet kampánya. Ez az én álláspontom, és szerintem átverés az, ahogy az LMBTQ, stb. Egy boldog, vidám közösségnek, pozitív közösségnek mutatja be magát, akik csak a jogaikat akarják. Ezzel szemben mi úgy látjuk, hogyha egy kis empátiát próbálnak elsajátítani azok, akik esetleg nem tudják, hogy minket mi bánt és miért fájlaljuk ezt az egész homoszexuális propagandát. Azt gondoljuk, hogy ennek a mozgalomnak a vezetői legalábbis egy beteg, torzlelkű, sérült társaság, amely bosszút akar állni a normálisokon, az egészségeseken, a sikereseken, és komoly veszély fenyegeti. Milyen veszély fenyegeti? Ugye egyrészt az iskolában lévő gyerekeket fokozottan fenyegeti. És hát aki nem gondolja azt, amit ez az LMBTQ XYZ lobby gondol, azt nyugaton már kriminalizálják, büntetik, kirekesztik, ellehetetlenítik, ez már itthon is ez van, ez amit helyeselnek ugye az SZDSZ féle utófártok és utálisok, mert az, hogy egy Facebookról le lehet tiltani ma Magyarországon, akkor az Európai Unióban vagy Magyarországon a legtöbb a Facebookozók aránya. Amikor YouTube-ról ki lehet tiltani önmagában ilyen vélemény miatt, és még sorolhatnánk, hogy milyen diszkrimináció éri, milyen diszkrimináció fogja érni, borítékolom, hogy az általunk a tegnapi nap folyamán bejelentett ellentüntetéseket is be fogja tiltani a rendőrség. Tehát itt nagy összegben mellék erre fogadni, de ezt meg meglátjuk a következő napokban. Köszönöm. Találtam a következik. Érdekes dolog, ez egy hálás szerep az előbb után következett. Próbáltam gyorsan statisztikát találni, mert én nem pontosan hogy akarom elő, de alapjára én tudom, hogy a Pulitzer, hogy mennyi élet a válasz a számom. Tehát, hogy amikor akkor arról beszélsz, hogy hány család bomlik fel, és mennyire rövidednek ezek a társas kapcsolatok, hát nem tudom, az általatok annyira szentesített házasság intézménye, az gyakorlatilag egyre inkább egy elkapkodott társadalmi nyomásra létrejött polgárjogi egyezmény, ami nagyon sokszor válással végződik. Szerintem ami nagyon fontos a házasság, tehát hogy nem értem, hogy én is mindjárt férjhez menni, nekem fontos. Nem mondom azt, hogy mindenkinek fontosnak kell, hogy legyen, nekem fontos. De azt gondolom, hogy nincs elkapkodva. Ettől függetlenül, ha válással végződik, nem gondolom, hogy ez mi hibánk felé. És azt gondolom, hogy azzal jönni, hogy különböző más szexuális orientáltságú emberek, vagy más szexuális identitással rendelkező emberek kapcsolatban eddig tart, hát nem azért mondom, valamint a heteroszexuális világban a legtöbb partnert váltogató férfiak ki vannak emelve, mint macho hősök. Bocsánat. Persze, ha a nőkről beszélünk, heteroszexuális nőkről, akkor minden vannak kurvázva, ez is hozzátartozik a történethez, de hogy miért mindig a meleg párkapcsolatoknál akadtok ilyenkor? Tehát itt tényleg, mint a két külön mozgók nézni. És ez szerintem azzal kéne foglalkozni, minél kevesebb a válasz, hiszen neki több működő párkapcsolat legyen, és képzeld el, rengeteg működő párkapcsolat, amiről te nem tudsz. Sőt, nem is akarod látni, sőt, nem engeded, hogy látható legyen. Amúgy a Pride erről szól, lássa ezeket a párkapcsolatokat. Kicsit sajnálom, hogy Novák előbb megfosztott minket attól, hogy a kérdésre válaszoljon és megtudhassuk, hogy vannak-e LMBTQ közösséghez tartozó emberek a mi hazánkon belül, és hogyan kezelik őket. Minden esetre azért kénytelen vagyok egy dolgot helyreigazítani, mielőtt esetleg valakinek a fülébe ülne, bár ezt nem tételezem föl erről a kiváló közönségről. Természetesen azok a kutatások nem léteznek, mint hiteles, elfogadott tudományos kutatások, amik erről hivatkozik. Ezzel szemben valóban végeztek ilyen kutatásokat, amiket jelentős tisztességes szociológiai folyóiratok megfelelő tudományos minősítéssel publikáltak. Ezek azonban nem azt mutatják, amit ő mond, hanem éppen az ellenkezőjét. Tudnilik azt, hogy nincsenek ilyen szignifikáns összefüggések. Egy területen vannak sajnos, az öngyilkosság területén valóban vannak ilyen összefüggések. Azért, mert vannak olyanok, akik gyűlöletet keltenek az ilyen emberekkel szemben, és ez nyilván senkinek a mentális egészségének nem használ. Na, ami az alapkérdést illeti, mert arról még kevesebbet beszéltem, és azt szeretném elmondani, hogy nálunk ez egy régi történet, a párban alapítás óta működik LMBTQ tagozat, nem különösebben aktív sajnos mostanában, de most éppen mintán az EP választás nyomán viszonylag sok új fiatal aktivistánk lett, úgy látjuk, hogy ezt fel fogjuk tudni lendíteni, és nagyon készülünk arra, hogy a jövő évi Pride-on már legyen nekünk is saját rendezvényünk, meg így kerülünk egy kicsit a többiekre, akiknek már van.
Egyébként pedig de a kérdés maga egy nagyon nehéz kérdés. Ugye itt avval a dilemmával szembesülnek azok a vezetők, minden párban állunk is, vagy politikusok, hogyha előállnak a saját szexuális orientációk, vagy a coming out-olnak, akkor egyébként ezt egy választói közönség mennyire fogadja el, vagy mennyire nem fogadja el. Van nálunk olyan, Sebjel Petrucci László, mindig elmondom, aki talán az egyik első közszereplő volt, aki ezt vállalta, de az egy dilemma nálunk, hogy önmagában mi pártként mit tudunk ebbe a dologba tenni. Nyilván nem kényszerítünk senkit arra, nem mondhatjuk azt, hogy Pista, Józsi, Béla, Juliska, te állj elő, mert ez mindenkinek a legmélyebb személyes vállalása kell, hogy legyen. Önmagában ezt egy párton belül kevéssé tudjuk bátorítani, mert az egész közhangulatot kell úgy átalakítani, hogy ez egy vállalható dolog legyen politikai közszereplőként létező embereknek is. Nem akarok gonosz lenni, biztosan egy ilyen közhangulat kialakulása sokaknak megkönnyebbülést okozna, és nem is csak feltétlenül az ellenzéki pártokban. Köszönöm szépen! Mivel a sorsolásunk alapján Arató Gergely folytatná reakciós kört, én a résztvevőkhöz fordulok, hogyha beleegyeznek abban, hogy hallgassuk meg a nézői kérdéseket, és utána legyen egy ilyen záróskör, akkor én most ezt propozálnám. Még kettő operatív dolgot elfelejtettem mondani az eseményről. Az egyik, hogy a kérdéseket minden pártnak egy héttel az esemény előtt kiküldtük, hogyha ez izgalmas, nem tudom, információ lehet, hogy nem most szembesültek ezekkel a kérdésekkel. A másik pedig az, hogy természetesen a Momentum a többi politikai pártnak is küldött meghívót, Fidesztől és KDNP-től és a többi párt is reakcionál érkezett. Két falu kutyapárttal volt itt is, félreértések végül nem tudtuk eljönni. Jó, nézői kérdések. Még egy technikai lenne, kérdezném a videós szakembereket, hogy a mikrofonba kellene beszélni a nézőknek, igaz? Akik kérdeznek, és hogy ez egy mikrofonunk van továbbra is. Jó, és hogy én leszek az az ember, aki ezt fizikai értelemben lebonyolítja, vagy erre van egy lelkes vállalkozom. Te vagy az. Igen. Köszönöm, szuper. Én viszont akkor mérni fogom az időt, jó, és arra kérném a közönséget, hogy természetesen biztos vagyok abban, hogy egy csomó vélemény, meg gondolat felgyülemlett bennetek, de hogy egy ilyen, az egy percet másfél percre módosítottam a fejembe, jó, hogy egy másfél percben azért próbáljátok meg összefoglalni, és nagyon örülünk, hogyha valamilyen kérdés is érkezik a résztvevőkhöz, és légy szíves, hogy majd mondják a nevét annak a politikusnak, aki a kérdésnek a címzettje. És már van is egy kérdés. Nagyszerű. Én akkor az egyik, hogy... Jó? Szuper. Én úgy jöttem ide, hogy biztos volna, ha mit fognak hallani, akár magának előttől, akár a többi képviselőtől. És annyira nyitott, hogy most ez a kamera, ez csak a Mi Hazánknak közvetítene. És a Mi Hazánk próbálta azt, mivel nem tudták megoldani, hogy azon közvetítse az online közvetítést. És ahelyett, hogy köszönetet mondanák a Mi Hazánknak, még meg se érkezett Novák előtt, és már rossz indulatú megjegyzések voltak. Senki nem mondta azt, hogy köszönjük szépen, hogy segített el. Senki. Rossz indulatú és gonosz megjegyzések voltak, ahelyett, hogy valaki nyitott volna. Mi voltunk az, akik nyitottak abban a segítség. Ez az igazi gyűlölet. Ez az, amit hozzá szerettem volna tenni. Fél perc. De a kérdésem az lenne, én hoztam egy képet az elfogadás jegyében, ha már ilyen rossz indulatúak voltok, és rögtön, hogy meg se szólaltak, és már gúnyos megjegyzéseket tettetek, hogy akkor mi a véleményetek arról az elfogadás jegyében, hogy a Pride-on ilyen gyűlölettel, hogy magyar ellenes... 5 másodperc. Tehát kérdezni mindenki. Szabad elkezdeni? Jó.
minden képviselőtől kérdezni, most egy picit bajba leszünk, van-e valaki, aki szeretne elmenni, vagy gyűjtögessünk még kérdést? Gyűjtögessünk még. Jó, ha ez rendben van. Akkor ön, és majd bocsánat, nem tudom a neveket, hanem így mutogatni fogok, és mondhatom azt, hogy te, most itt tegeződhetünk egy nagyon picit, szuper. Te, és te így megjegyzitek, hogy jöttek, jó. És akkor ott a részt vagyok. Sziasztok, remélem, hogy lehet ilyet. Én neked szeretnék reagálni. Ugyanis emlékeim szerint én is megköszöntem nagyon szépen, hogy összekötöttek a kamerát. De tőled kaptuk ezt a kábelt, nem igazán. Akkor köszönjük szépen, hogy tőled kaptuk a kábelt, mint a kamerát. Köszönöm. Valóban köszönjük a technikai segítséget, szerintem ezt a kérdést most rövidre zárhatjuk, és akkor ott az úrnak. Nekem két-három rövid kérdésem van. Ugye a Pride az angol nyelven azt jelenti, hogy tisztesség. Most én ezt nem nagyon értem, hogy azok, akik ott gondolkodtak, azok mire büszkék. Szóval ők ilyennek születtek, most erre kellene büszkének lenni egy heterónak, meg arra kellene büszkének lenni, mert ő heteró. Szóval nem értem, hogy ebben mi a büszkeség. Akkor... Nagyon nehéz, egyre bonyolultabb megnevezni ezt a mozgalmat, hogy LMBT, vagy stb. Meg jövőre lehet, hogy lesz egy újra, nem lehetne azt csinálni, hogy LMBSTP, csak úgy egyszerűen. Ez egy kicsit így de ez a következő 20 éve is jó lenne, mert az STP mindenre. Itt érzékelem azt, hogy a közönség 99,9%-a, ez az LMB és a többi mellett van. És hát meg lehetett volna úgy csinálni, hogy az a párt, amelyik közismert, hogy ellenzi ezeket a dolgokat, annak mondjuk adnak 10% lehetőséget, hogy a közönség 10%-a tőlük jöhessen. Én azt gondolom, hogy ha ez nem történt meg, és ez nem történt meg, ez az igazi kirekesztés, mert az ellenzőknek a kirekesztés. Köszönjük szépen. Jó. Igen, még egy kérdés az úrnak, és aztán én meg majd segítek összefoglalni, jó közben én is egyezgettem. Követjük az összefoglalni. Hogy szeretettel fordul ez a csoporthoz, nem kiabálni, erőszakoskodik. Ez azért a pártársaival, a küzdőtársaival nem mondható el. Toroszkai László 2018-as van bíróság elítélt egy erőszakos megmozdulás szervezett a Pride ellen. Magyar Gárda több tagját jogerősen börtönbüntetésre ítéltek azért, mert a Pride-on résztvevő személyeket megölettek, zavartak. Mi az nem aktivistái erőszakos módon próbáltak több rendezvényt a Pride keretében megakadályozni. Én azt kérdezném valaki, hogy elhatárolódik-e pártársainak ezekből a megnyilvánulásaitól, és igen, akkor mit teszek annak érdekében, hogy ilyen történik a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ha egy picit úgy érzem, hogy befagytak a kérdések, akkor csinálnánk egy ilyen kört, és aztán meglátjuk, hogy addig jut elszitek a több, ha még van idő a maradásra természetesen. Úgyhogy én akkor, mivel Novák előtt most nagyon közvetlenül megszólított az egyik kérdezőm, ezért akkor azt javasolnám, hogy önnel kezdjük, és aztán mehetnénk körbe, és mindenki kap két percet. Jó, közben még elhangzott ugye az LMBTQ betűszóra vonatkozó kérdés, mennyi értelme van a használatán, mi az, hogy büszkeség, mire kell büszkének lenni, és hogy a nézők soraiban kik kerültek, mondjuk erre talán inkább a szervezők tudnak majd A Mi Hazánk mozgalom még egy éves sem alakult, de hát széles az a megfogalmazás, hogy a Mi Hazánk mozgalom aktivistái léptek volna föl a tavalyi vagy korábbi években folytatott homoszexuális propaganda felvonulással szemben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy el kell határolódni tőlük, sőt abszolút megértem valahol az ő tiltakozásukat, és inkább azt tartom abszolútnak, hogy őket ezért börtönre ítélték, miközben senkit, még csak szabálysértési eljárás alá sem voltak azért,
hogy ilyen felvonulások lehettek például történelmi Magyarország közepén egy férfi nemi szervet ábrázolva. Ezek semmi nem történt, én ezt tartom problémának. Másrészt elképesztőnek tartom azt is, hogy a DK képviselőjeik már az általa is elismert az öngyilkosságok magas számát próbálja ránk állítani, mintha mit felelnék azért, hogy azért gyilkosságokkal ne gyanúsítsuk már meg egymást. Tehát én is egy sok társadalomra veszélyes folyamat támogatását róttak föl a jelenlévő pártoknak, de azért gyilkosságok nem. És ezt a mi nyakunkba varjuk, főleg azok után, hogy azok teszik boldogtalanná ezeket a személyeket, akik nem engedik, hogy teljes értékű életet éljenek, azok után ez azt gondolom, hogy semmiképpen sem korrekt. És egyéb túlzott kijelentéseket is látható, ugye már azzal nyitott, hogy sárra tipoljuk tulajdonképpen a jogaikat, mármint hogy én kijelent a személyeset, szó sincs erről. Tehát én a véleményemet elmondom, hogy ha rajtunk múlna, akkor betiltanánk a homoszexuális felvonulást, de ezt vissza kell utasítsak. De miként azt is, hogy a női egyenjogúságért az igazánkhoz való ne nyújtott volna be javaslatot, de több javaslatot is benyújtottunk, igen. Mi általában azért úgy közelítjük meg, hogy azok a nők vannak alapvetően hátrányban, akik mondjuk anyák. Tehát anyaként szenvednek általában nagyobb hátrányt. A javaslatai többsége kétségkívül azt szírozza, lehet én cinikusan mosolyogni, és lehet cinikusan azt mondani, hogy lehet ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Én nagyon méltatlanak tartom egyébként a Momentum szerepét ebben, azok után, hogy ugye az abortuszt azt vállalta az LMT EP képviselője, hogy az abortusz botfixerhez fogja hasonlítani, hogy elterjeszti ezt a kijelentést. Tehát amikor ilyen hozzáállást látunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon jól az a hozzáállás. Köszönöm. Köszönjük. Kunhalmi Ágnes következik. Szóval csak azt szeretném kérdezni, hogy a kábeleteket kölcsönadtátok, ami nincs mindenkinek, és visszautasítottuk, hogy az LMBTQ vezetőit olyan szavakkal illetve, amivel illettek, de például a kábelbetúrás valamilyen szexuális orientációnak tartozik. Következő kérdésem, hogy a kutatásra hivatkoztál, hogy ez egy betegség, vettél-e valamilyen tablettát, hogy meg fertőzik az ellopás jövőben. És azt szeretném kérdezni a hölgytől is, hogy most megfertőződött, és ezután leszbikussá válik-e, vagy az úgy esetleg homoszexuálissá válik-e, mert eltöltött olyan emberek körében, akiket betegnek és bűnözőknek tituláltak. Egyébként meg igen, vannak emberek, akik boldogok szeretnének lenni, mindenkinek saját maga dönti el, hogy hogyan boldog, ahogy te is eldöntött, hogy hogyan vagy boldog, nem nálad van a bölcsekkel. Az emberek tudják, hogy hogyan szeretnének élni, és heteró, és nem heteró, ezen a felvonuláson együtt vonulnak a jogokért. Egy kérdés, hogy jól emlékszem, legalább háromszor emeltem ki, hogy amúgy egy üdvözlöm, hogy itt különben a legkelőbb, és nem örülök, hogy itt vagyok. A férjek is abból adódik, hogy a mi közösségünkben nem szokás elnöknek megköszönni, valaki a pártjába gesztus gyakorol, hanem ha jól tudom, neked megköszönték. Tehát, hogy nem, de majd akkor beszélünk, hogy kulturális különbségek, ezeket fel tudjuk oldani. A nyitottságról volt a kérdés. Szerintem mi most itt teljesen nyitottak vagyunk. A nézők. És én azt mondom, és arra a kérdésre, hogy lehet, hogy nem vagytok itt többen. Én amúgy örülök, hogyha többen lennétek, akiket nem engedtek be. Mi is? Bocsánat, hadd válaszoljak a kérdéseikre. Akiket nem engedtek be. Kifejezetten azok az emberek, akikről előre lehet tudni, hogy azért jönnek, hogy másokat ne hallgassanak végig, hogy rendzavarjanak. Ez a közösség, meg a Momentum közösség, és szerintem amúgy a pártok közössége is ugyanakkor, ez egy mindenkit szeretettel látunk egy ilyen vitán, aki a saját szólásszabadságával nem megy át a másik szólásszabadságának a határig. Egymást tiszteletben tartjuk. És amúgy én nagyon szívesen, akár elmegyek hozzátok beszélgetni erről, nem gondolom, hogy ezen múlik az én véleményem, hogy kívül itt többségben, és nagyon szeretném, hogy többen jönnétek, akik konstruktív vitába szeretnének részt venni. Ha meg a Pride jelentésére kérdeztél rá, a Pride mint büszkeség, az csupán arról szól, hogy légy büszke arra, amilyen vagy. Hosszú hajú, rövid hajú, meleg, leszbikus, sánta, nő, férfi, magyar. Légy büszke. Úgy, mert az, hogy az ember önmagában olyan, ahogy az Isten megteremtette, és erre legyünk büszkék. És ne azért legyél magadra büszke, mert a társadalom szerint ez normális vagy nem, hanem azért,
mert ha te bennük büszke vagy és magabiztos, akkor meg tud váltani a saját világodat mindenképpen. Én ilyen embereket szeretnék látni Magyarországon, sok erősebb lenne a társadalom. Bocsánat. És vagy igen, a képpel kapcsolatban nagyon szeretnék reagálni, csak egy mondat lesz, és befejezem. Ha jól tudom, a bunkóság nem jogi kategória, még a súlyos esti fejlődés igen. Szerintem minden ember elítéli ezt, hogy az, hogy igen, másoknak fontos szimbólumokat, szimbólumokat rosszul használni. Igen, ez ettől én és a mi közösségünk biztosan elhatárolódik. Az, hogy valaki bunkó, az nem lehet, az egész közösség bunkó, és az egész közösség meg akarja gyalázni a számotokra fontos szimbólumokat, és ezt kérjük tőletek is. Köszönöm szépen, megint szeretnék egyet hozzárakni a lassan íródó disszertációmat a szélső jobb taktikájáról. Érdemes megfigyelni, figyeljétek meg, mit mondolák elő. Számon kéri a szólásszabadságot saját maga számára, és követeli, hogy egyébként cenzúrázzák például azt, amit ő meleg propagandának mond. Számon kéri azt, hogy őt engedjék, ne csökkel börtönbe bármilyen hülyeséget mondva, ne töröljék a YouTube csatornáját, közben, hogyha burkolt módon is, de lényegében büntetőjogi szankcióval fenyegette meg a meleg szervezetek vezetőit. Azt mondta, hogy ez egy ilyen izécske, összeesküvés, amire varázslat. Tessék, ebben tud büntetőjogokat, hogy elég kevés fogalma van róla, de ez most mindegy. Tehát az a lényege a dolognak mégiscsak, hogy legyen világos, hogy mindig akkor fontos a sokszínűség, akkor fontos az egymás meghallgatása és a nyitottság, amikor a náci propaganda szabadságáról van szó. És sosem fontos, hogyha más embereknek a véleményéről van szó, sosem fontos akkor, hogyha egyébként más csoportokéről van szó. Az egy nagyon fontos kérdés, és azért azon szeretném megköszönni az úrnak, amit arról kérdez, hogy miért kell arra büszkének lenni, hogy valaki például az LMBTQ közösséghez tartozik. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Képzelj el, hagyjavasoljuk egy helyzetgyakorlatot. Képzelj el azt, hogy az az általánosan elfogadott társadalmi nagy többségi norma, hogy mindenkinek borotválkoznia kell minden nap. De ön úgy érzi magát önazonosnak, hogyha ezt az egyébként impozáns bajuszt, amihez gratulálok, növeszti. Akkor ez már fontos kérdés lenne. Nem lenne Pride-ra szükség, vagy legfőbb egy vidám kulturális fesztivál lenne, hogyha egyébként a meleg embereknek egy jó része nem érezné úgy, bocsánat, hogy ezt a szót használom, csak időt spórolok vele, nem érezné úgy, hogy ki van rekesztőjében a társadalomban, a hátrányuk érik. A Pride mozgalom azért jött létre, mert szerették volna megmutatni ezek az emberek azt, hogy ez az ő identitásuk része, és ők erre büszkék. És akik ezt támogatjuk, mi büszkék vagyunk arra, hogy vannak ilyen emberek ebben a társadalomban. Erről van szó. Én azt szeretném kérni, hogy ha még van kérdés, olyanok szóljanak hozzá, akik még ezt nem tették meg, és adjunk lehetőséget mindenkinek. Ott látom, hogy hátul van. Még valaki jelentkezik? Ne vigyétek el, mert napokig ezen fogtok rágódni, hogy miért nem kérdeztem meg. Ott is, szuper, ez egy jó mondat volt, eljött a szívekig. Jó, akkor ott... Én figyelem. Jó. És ott hárman megvannak, hogy jó, köszönöm. Abszolút, még erre válaszolok. Kívánok, Celosztomor vagyok egyébként meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami olyan kifelfogható, hogy olyan látható időintervallumon belül megkövetkezendő intézkedés, amit a pártok fognak intézni az érdekében, hogy házasság vagy örökbefogadás élen előrébben tűnjön a téma, esetleg külföldön regisztrált házasságokat Magyarországon elismertetni, hogy ilyen szempontból valami konkrétan előrelépés várható el, vagy egészen esélytelen a két harmadnal szemben fölépni bármilyen törvény, vagy ilyesmi. Ennyi, köszönöm szépen. Volt a résztvevők, igen. Köszönöm. Én arra kíváncsi, hogy mi az a társadalom vízójában
heteroszexuális emberek tekintetében mi az optimális elérendő cél, hogy állapot, és hogy hova kellene lenni a társadalomnak a igazán víziója szerint. Köszönjük szépen, és itt volt még előállt egy kérdés, szuper. Angyal az irányítéknak. Angyal. Csak a keresztelet nem értettem. Elvira. Elvira. Jó. Tényleg nem értettem, hát most nem viccelek. Semmi van. Én nem kérdezni szeretnék, hozzátenném onnan. Szerintem a fejlődés útja a sokszínűség és az elfogadás, ugyanis ha a jövőt tekintjük, esetleg kilépünk a földön bolygóról, akkor aki esetleg zöld színű, azt legyilkoljuk, mert zöld színű, meg keresztény, ez az egyik hozzátenném. A másik a pedofiliával kapcsolatos. Én körülbelül úgy állok ez a kérdéshez, ha az én gyerekemnek, illetve a gyerekem, valaki ilyet tett volna, én meg kitekertem volna a nyakát. Ez a nagy része szerintem a közösségünk így áll hozzá ez a témához. És van még egy, mint rengeteg történelmi filmet nézek. Ezek a nacionalista gondolatok, amik vallással is meg vannak támogatva, több népet kiirtottak. Ez kell nekünk? Ennyi lenne. Köszönjük szépen a... Mivel Novák előtt ismét megszólították egy elég konkrét kérdéssel, akkor átadnám a lehetőséget, és mindenkinek egy ilyen egymás kérdés van még kicsekkolni, vagy egy ilyen lezáró kört csinálni, és aztán, és aztán lezárjuk ezt a nyíresen. Köszönöm szépen. Hát elég hamar eljutottunk most már a nácizmusig, népírtásig, ezekre nem is hiszem, hogy válaszolnom kellene, annyira abszolút és az összefüggéseket sem egészen láttam. Nehezen tudom, hogy most hölgynek vagy úrnak nevezzen, és egyébként társadalmilag is zavarban vagyok ilyenkor, és társadalmilag se tartom normálisnak, hogy a nevét nem értem, és nem tudom, hogy Béla, vagy semmi, vagy hogy hívják. Elmondod, hogy hívják. Utána már tudtam, csak épp ezt mondom, hogy de szerintem társadalmilag nem helyes az, hogyha nem tudjuk megszólítani a társainkat. Mindenesetre a kérdésre azt tudom mondani, és ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy a Mi Hazánk mozgalom mit kínál a nem heteroszexuálisoknak, illetve az előtte lévő kérdése is, hogy lehet-e majd házasok? Lehet. Férfinek és nőnek lehet házasodni. Ezt a teljes értékű életet kínáljuk mindenkinek. Egyébként az, hogy nem keressük meg, meg félünk körül, meg nem beszélünk körül, abszolút azért is jöttem el, mert nem félünk körül, és kíváncsi vagyunk, és nyugodtan akár négy szemtől is bárkivel elbeszélni. A Jobbikban például az egyik országgyűlési képviselőnek a testvére is homoszexuális. Egyedül én voltam, aki vettem a fáradtságot, hogy leültem, és több órát beszéltem vele, és próbáltam megérteni, és próbáltam egyébként egészséges útra téríteni. Ez se a saját testvére, se az apja, senki nem tette meg. Én azt gondolom, és... 50 másodperc is volt egy konkrét kérdés, ami... Én azt megpróbálom érteni, és próbálok rajtuk segíteni. Az én meggyőződésem az, hogy nem azzal segítünk, hogyha beleerkeljük őket, hogy de helyes mindenféle egyéb perverzió is. És örülök, hogy a Momentum elhatárolódott az előbb mutatott képtől, de sajnos nagyon sok ilyen eset van. Kérdezem, hogy elhatárolódik-e Momentum ettől egy szintén egy Pride felvonuláson látható képtől, amin egy ilyen 6-8 éves körül gyermek elborzalva nézi egy férfinek. Hát ezen a fotón szerencsére nem látható nemi szervét, de az arca látszik, az elképzelt arca látszik. Mi a véleménye arról, amikor szintén egy 6-8 éves korabeli gyerek a két apjával épp olyan látunk csókolózik, tehát ezek természetesek, ezek normálisak, ez tényleg nem garázdaság? Igen, ezt a homoszexualitást be kellene tiltani, és a garázdaságnak vége, illetve a garázdaságnak vége. Sajnálom, hogy pont arra a kérdésre nem válaszolt, ami a Mi Hazánk mozgalom jövőképe nem vétték ilyen. Szerintem válaszolt, röviden ennyi idő volt. Sajnálom. Jó. Személyesen akkor folytassuk. Köszönöm. Hogy kezdjem én rögtön a kérdésre, nehogy az elmaradjon. Ugye Magyarországon nyilvánvaló módon nincs mód az egyenjogúságra, hiszen az alkotmány, vagy mi a bánat, az alaptörvény, az rögzíti azt, rögzíti a diszkriminációt, ugye garantálja a diszkriminációt. Ebben ne legyen kétség, ahhoz egy
új kormány, új parlament és új alaptörvény vagy alkotmány kell, helyre kell állítani a magyar köztársaságot, hogy a magyar helyzet változzon. Izgalmasabb az európai dimenzió, ott ebben egy nagyon komoly harc zajlik az európai parlamentben, egy némely vicceskedő tagállam, nagyjából ki lehet találni, hogy melyek ezek, azok feküdt, mindenről keresztbe fekszenek annak, hogy az egyébként szerintem az uniós jogból következő hordozhatóságát a házasságoknak, azt minden tagállamra kiterjesszék. Én azt gondolom, hogy ez most már alapvetően jogi természetű probléma, ebben az Európai Bíróság fog előbb-utóbb dönteni, én úgy látom. De egyébként parlamenti szinten is ebben szerintem kell is, meg lehet is előre menni. Nem egyszerű a történet, nyilván a önt érdeklődő ismét ezt a problémát, akkor nyilván tudjanak a részleteit. Nem egy könnyű sztori, gyors eredményektől sem várok őszintén szólva. Ami meg hát egy rövid bezárás, mint egy mondatot hagyd mondjak, hogy most már kimondott a hálás. A megjelenés elejét is hálás voltam, most már a szituációért is hálás vagyok. Én tényleg tanultam belőle. Ugyanakkor azt egy picit sajnálom, hogy a szükségesnél kevesebbet tudtunk beszélni azokról a szakmai ügyekről, amik egyébként a meleg közösség életével, MBTQ közösség életével kapcsolatosak. Nagyon elmentünk ebbe a vitakult irányába. Én is röstellem, nem tudom megtagadni a véremet, ilyenkor bizonyos dolgokat nagyon nehezen tudom magam is türelemmel végig hallgatni, elnézést érte. És köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én igazából kettőt fogom folytatni, mert ezzel messze mindig egyetértek, amit a melegházasság ügyében mondott. Azért hozzátenném, hogy független attól, hogy ez a folyamat nagyon lelassul, és visszafordult, és azt mondom, hogy sokkal gyorsabban kéne haladnunk, ha a jogszabályi változás nem jár együtt a társadalomnak a mentetésbeli változásával, akkor nem érjük el azt a célt, amit szolgálnak. Ezt nem azt mondom, hogy nem szabadna bevezetni azonnal a melegházasság, csak azt mondom, hogy mind a kettőről egyszerre kell tudni az államnakból, most mind a kettő feladata. Tehát önmagában a jogszabályi keretek biztosítása, mint hogy látjuk, elég nem lehet disztinálni munkahelyeket sem, aztán gyakorlatban mégis veszik. Tehát ezzel nagyon súlyosan foglalkozik, hogy ne csak a jogi keretek álljanak fel, hanem a társadalom is hajlandó legyen ezek között, jogi keretek között működni. Előnek reagálni, csak annyit, hogy azért zseniális a magyar nyelv, amire te is nem büszke vagy, hogy a kultúra a magyar nyelv, mert zsendesen is. Tehát, hogy nagyon könnyen tudunk egymást úgy beszélgetni, hogy ilyen zavarba ejtő dolgokat, hogy most ki a férfi, ki a nő, nem kéne megérni, amúgy pedig ha az ember bemutatkozik, akkor elvállulja neki. És azt mondom, hogy igenis a név kötelez. A név kötelez, teljesen mindegy, hogy születéskor kaptuk, vagy magunknak kaptuk. A Pece név, nem tudom, van az embernek kedvenc Pece neve, az egy identitás kifejező eszköz, mint ahogy valaki házasságra felveszi a másik nevét teljesen, vagy félig, vagy egyáltalán nem, az identitásnak a kifejezése lett, amikor bemutatkoznak neked, akkor tiszteld meg, hogy ezt az identitást tiszteletbe tartod. A másik képekről pedig annyit mondanék, hogy igen, a közszövédenséget is elítéljük. Én ezen a kisfiús képen nem látok semmi rosszat. Már csak azért sem, mert az unokahúgom rendszeresen, amikor nagyon-nagyon kicsatlanul boldog, akkor úgy fejezi ki, ahogy a szüleitől látta, és a számára egy gyors buzi. Tehát, hogy ez a gyerekeknél van, azért vannak a szülők, hogy megtanítsák azokat a társadalmi tudomákat, hogy a társadalom funkcionáit tudjanak, és hogy azért nem látok semmi rosszat. És szerető édesapák a gyermekünkkel boldogak. Nagyon igaza van Annának. Hát igazából én szerintem elő nincs adott megmondani senkinek, hogy hogyan élj az életet és hogyan legyen boldog. Egész egyszerűen szerintem ti a gyűlöletpolitika vámszedői vagytok, és a Fidesz szélsőséges pártok az árnyékába vergődtök. És azt kell, hogy mondja magunknak, akik nem úgy gondolkodunk, mint ők, de mégis elhívtuk, leültünk, beszélgettünk, hogy az elfogadás, a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, a törvény előtti egyenlőség, az bizony nem magától értődik. Barátaim, a ma este is ott bizonyítja, hogy azért újra, meg újra meg kell harcolni. Jó harcot kívánok mindenkinek!
és jó rádió. Záró gondolatra rácsatlakozva szeretném elmondani, bár azt itt jelenlévő gondolom tudják, de a nézőknek is, hogy július 6-án jövő hét szombaton Budapest Pride felvonulás, 15 órától van, ha jól tudom, gyülekező, úgyhogy mindenki, aki az elfogadás és sokszínűség értékei mellett szeretne kiállni, meg jól érezni magát azon a napon, annak ott a helye, nagy szeretettel várjuk. És szeretném megköszönni a mai este résztvevőinek, a kerekasztal résztvevőinek, hogy elfogadták a meghívásokat, Barató Gergelynek, DK-tól, Donát Annának, Momentumtól, Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP-től, és Novák Előnek, a Mi Hazánk Mozgalomtól, és a Momentumnak is köszönjük, hogy megszervezték ezt a mai eseményt, az Ankert meg pedig biztosította ezt a helyet. Mindenkinek szép estét kívánok, és remélem, hogy még sok programon fogunk találkozni. Idén is, meg az elkövetkező években is. Sziasztok!